mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ilyenkor reggel mindig tele vagyok izgalmas pillanatokkal. Szevasztok, hallgatók! Szevasz, János! Négy perc múlva lesz 4:45, és nem kaptunk SMS-t. Mert itt van! Itt van ő! Akinek nem kell bedobni egy százas, mert nekem kéne a kést. Így van. Igen, az nekem nem jelent semmit. Hello. De jaj, gyerekekkel nyithatsz. Rohaddal, ez is ilyen rövid. Én ülök ki a kocsiba. Néztem még a wimbledoni híreket, aztán már rájöttem, hogy vége a dalnak. Mondom, akkor nem érek már be. Akkor meg már hova sietnék? Elfutottam, csak nem fél perc, és ez az Open-en, ugye, hanem sokkal, sokkal rövidebb. De itt vagyok, gyerekek. Spondját rá, de mi van Wimbledonban? Semmi. Hagyjuk a rizsát, gyorsabb, de mi van Wimbledonban? Féderelne, meg gyakorlok az Instagram oldalát, néztem át, hogy mi, kivel játszanak, meg volt-e már sorsolás, meg egyáltalán mi történik, de még semmi. Visszajelöltek már? Semmi extra. Ott nem kell. Ja nem, hogy ők visszajelöltek már téged. Nem látják, hogy nem követed. De elvileg megnézhetik. Instagramon úgy van, hogy van mondjuk 600 ezer követőd, és végig tud nézni ki ez a 600 ezer, csak melós. Igen. Ja, hát, hogy, nem tud visszajelölni. Ő nem tud, de nem olyan, mint a Facebook. Teljesen más a rendszer. Meg se tud bökni, semmi. Nem, hát de meg tud ő téged keresni, uh-huh. De ő nem látja, hogy csak ha végignézi ki az a 600 ezer, aki követi. Na. Minket követnek mondjuk Instán 50 ezeren, én meg tudom nézni ki ez az 50 ezer, de nem tudom mindegyiket visszajelölni. De ez 600 ezer ember, azért az nem gyenge. Nem, tehát, mert neki már olyan két millió valamennyi van. Csodálkoznék, hogy Rozsénak 600 ezer lenne csak. Igen. De jó, már a Facebookon mondjuk csapat utána elég rendesen a Kárász Robi, de hogy azért... A futszalad? Egyszer úgy is utoléri. Igen. Aztán megmondom neked, 701 ezer. Bocsás. Mm-hmm. Bocsás. De hát ennél sokkal durvább számok vannak. Tehát a Floyd Mayweather-t, őt követik 7 millió. Jó, hát az, tehát engel az, ott, az ott, egy van más, mit nézni. Ott van egy szórakoztatási faktor, igen. Nagyon erősen, tudod. Ő tegnap kirakott egy posztot, méghozzá egy elég rövid videót, letett az asztalra, én nem tudom mennyi dollárt, hát és az a poszt, hogy fölvette videóval, és körbejárt az asztalon, szerintem van cashben ott, mint a 1 millió dollár, 500-asok, 100-asokban, nem tudom, és egy vegászi szobában valószínűleg brutál bőröndökkel körbevéve, szőnyegen egy asztal, de ilyen felfogadatlan. Igen, ilyen a srác. Biztos unta már nagyon az ATM automatákkal. Igen, és fölvették azt, hogy egy vödör pénz van az asztalon. És hallod a videó, hogy járja körbe az asztal. És nincs se veszélyt, semmi, egy 20 másodperces videó, hogy körbejár az 1 millió dollárt körülbelül. Hát lehet, hogy 2 millió 3, nem tudom mennyi. Egy óriási idő. Szóval 4 kötegnyi magasságban fel van halmozva, gyakorlatilag az asztalról csúszik le a pénz. Ez több mint 1 millió. Ez nem tudom. Rendes kötegelt, tehát banki kihozta, nyilván azzal az, hogy legyen nálad cash, ha megérzel, vagy kell ízni tankolni. Igen, őt nem zavarja, hogy egyébként bárhol az országban elfogadnak amúgy bankkártyát, és nem, azért ez így mégiscsak. De szórakoztató. Azt így hagyjál. Engem nagyon szórakoztat, én követek egy csomó embert. Aki minket követi Instán, az láthatja, hogy mi kiket követünk. Én nagyon jól szórakozom ezeken, tehát hogy van még egy-két csáva. Rettenetesen tufa, de rettenetesen szórakoztató. Igen, igen, tufa, de szórakoztató. A másik milliárdosunk, jól van, őt nézed még? Ő ki? Aki mindig mesztelen csajozik, meg fegyverezik, meg... Bizony. Igen. A Demblizérián? Igen. Ő mi nyerte? Ő nyerte póker. A pénzt? Hát, pókermilliomos. Pókeren, igen, ő 10 millióan követik. Meg még ki tudja min. Ő 10 millióan követik, neki most az az utolsó képe, hogy megy Bostonba a saját választási kampányára. A politikus magán... lesz az drága? Nem, csak elindul egy kamuból, vidből elindult, és a saját magángépén utazik a csajokkal. És állandóan csak csajok, pénz, magárepülő. Nagyon jó. Fekszik egy csajjal, csak ilyeneket posztol. Megy a választási kampányára két félmeztelen nővel. Az a jó egyébként, hogy mindezt... Zseni egyébként, én nekem nagyon szórakoztam. Mindezt úgy csinálja, hogy csak hogy azért irigykedjenek a családosok, hogy van felesége. És a felesége sokszor ott áll egyébként bent a csajok közt, és a felesége pont ugyanennyire élvezi ezt a szituációt. Nemrégiben ők egy ilyen kis civakodásba kezdtek, egy ausztrál milliómossal, akivel elkezdtek posztháborút vívni egymással a kivezet több csajt pórázon. Beteg. Háborút elkezdték egymással, és így küldözgették a másiknak a képeket. Zseni, nagyon jó, én nagyon bírom. Én nagyon szórakoztam. Tehát, hogy azért, amikor valaki azt látod a képen, hogy 3-4 playmate külsejű lány 4 kézláb pórázon, éppen egy piros szőnyegen halad egy magánrepülőgép felé,
És utána jön, jön rá a válasz, hogy kétszer annyi nő pórázon szintén, megy egy magárepülőgép felé. Hát ez elég érdekes, nem. Innen nézve főleg. De csak mondom egyébként, hogy 50 ezeren vagyunk már az Instagramon. Oh. De az nagyon jó. Kicsit másfajta. Alig egy év alatt 30-ról. Hát még nincs is egy éve, hát tavaly októberben vagy novemberben kezdtük el Afrikában az oldalt. Ami picit más, mint a Facebook. Igen. Exkluzív, mondjuk el. Szűk szegmens akkor. 50 ezer, ez nagyon szép. Az nem, az most már mondhatni nagyon elit társaság, de hát nem egy Facebook felhasználás, tehát nem tudom, 350 vagy 400 ezer, nem tudom, mennyien vagyunk a Facebookon. Itt 50 ezeren vagyunk, úgyhogy, de jó, kevés kép van, ugye? Most utoljára egy nyaralós képet tettem, de hát csak ugye Janit megemlítve. De, igen, általában így szokott, hogy minden második képen engem említ meg, ami én nagyon szépen köszönöm. Főraktam egy ilyen koktélt. Főraktam egy ilyen koktélt. Egy képet is azt mondom, hogy mérhetetlenül sokat gondolok János Orsövény mutétjére. Gondolom állszor ezt. És egy brutál mohító. Egy brutál. De olyan jókat kevertek, hogy meg megőrültem annyira. De remélem jól van. Ez volt a kép. Szerették egyébként. Igen. 2400-an azért egyébként ezt is szerették. Én pont akkor készítettem egy másik képet, amit ugye nem raktunk fel se az Instagramra, se a Facebookra, mert gondoltam, hogy nem osztam meg annyira, amin a kórházi ágyon fekszem, ezt mondta, akkor készítettem amúgy, amikor ő felrakta ezt a képet, egy parittya kötés van az orromon. Mintha síbalesetes lenne. Igen, mintha egy nagyon csúnya síbaleset ért volna, kigombolva a mellemen a kis ruha, és bent a bal kezemben meg egy katéter. Na, hát én pont ezt éltem át, de én is vigyorogtam. Ha átküldted volna, felteszem utána egy nappal, vagy két nappal, hogy megkaptuk Jánosra, most akkor még egy mohitót az egészségre. Látom a képet, látom, ez tényleg nem jó, akkor még egyet. Tehát, ha átküldöd, akkor rakom. Csak... Jó, ide jó. Mondjuk mindenkit frocrizunk, aki tudod, ilyen képen jelenik meg a bulvárban. Persze, az igen, a baj, csak velem meg is történt az a műtét. Nem igen. Csak eljátszottad. Igen, én is tennék egyébként több képet az Instára, meg itt fölraktam, mint tudom, a gyereket egyet hátulról, hogy viccből, hogy mit tudom én, ott nézi a tévét, meg nem tudom, egy ilyen kis cuki. Csak az a baj, hogy leszedegetik és felteszik, és nem akarom látni a Hot magazinban a saját gyerekemet. Ja, vagy ki kiblőrözött arca, mert ugye kiskorút egyébként nem tehet föl, ha te nem járulsz hozzá. Szóval, hogy, és írták ki nekünk is, hogy tegyünk még, meg még több privát kép. Nem nagyon tudunk, mert az Instára én szívesen tenném, de levehető és fölrakható. Abból viszont kiskegyet.hu ne csináljon cikket, nem, hogy most hol nyaralok. És szeretném látni Vadon János kiskorút a Hotban. Ugye, hogy... Parítja kötésre az óra alatt. Igen. Szívesen tennék én is, mert az ember nem szégyeli a családját, sőt, csak tudom, hogy utána másnap már 600 helyen vennék át, viszont a gyereket meg az ember. Pontosan így van, mert ugye vannak azért olyan celebritások, akik szerintem egy picit a megélhetési kategóriába tartoznak ezáltal, hogy állandóan posztolgatják a gyereket, hogy mit vett át, miben marha ügyes, mennyire szép. A mi gyerekeink is, én azt gondolom, viszonylag ügyesek, viszonylag szépek. Nem, az enyém, nem egyik se. Viszonylag büszkék vagyunk rájuk, de szerintem ez már a családtitka. Persze, az ember nem annyira akarja mutogatni. Ettől függetlenül lesznek még képek az Instán, csak várni kell egy kicsit, mert nem olyan sűrű. Facebookon több kép van. Jó, ez egy szűkebb. Jobból keveset, ugye? A jobból keveset, igen. Jaj. Hát tegnap megnéztük ezt a videót, most már nagy összeesküvés elméletek vannak ezzel az adás videóval kapcsolatban. Most már valaki kitalálta, hogy az egyik nagy telefonszolgáltatónak a kampánya. Én egyébként ezt kétlem, de ha az lett volna, jó ötlet lett volna. Igen. De állítólag ők nyilatkoztak, hogy nem. Én azt de azért örülnek neki, mert egy igen, elég erős ingyen reklám akkor. Zseni az ötlet, ha az lett volna, de nekem volt egy érzésem azzal a videóval kapcsolatban, amit Viki átküldött, aminek a végén már ott van a szolgáltatónak maga a kis kampánya, vagy kis bannere, vagy templét, hogy ezt valaki összerakta inkább. Tehát, hogy ezt nem és akkor ma reggel láttam, hogy már nyilatkoztak is, hogy nincs hozzá közük. Hogy az nem azért profi... van piros pólóban, meg nem azért, mint tudom én. Igazi profi előre. Az lenne jövő hétre kiderülni, hogy ez nem a 70-es, hanem mondjuk a 30-as szolgáltatói a reklám. Csak még nem tudjuk, ja, hogy... Ja, tényleg. Hogy egy ilyen dupla csavar van benne. Igen, mindenki azt gondolja, az övéké, de nem, hanem a másik. De az ilyen típusú gerilla marketing egyébként szerintem zseniális. Tehát, hogy most gondoljátok el, hogyha a cég tényleg azt mondja, hogy nem a miénk, de valójában mégiscsak az övék, akkor is jól jön neki a dologból. Tehát, hogy ez így mindenképpen jó neki. Szóval az ilyen típusú reklámok azok, amik igazán ülnek. Most egyre kevesebb szórakoztató reklámot lehet látni már a tévében, viszont az ilyen jellegűek nagyon-nagyon tudnak működni. Sőt, lehet, hogy akkor jönnek ki jól, ha most ők letagadják, és közben meg tényleg ők csinálták. Nem? Igen. De akkor így benned van azért piros, mondja a 70-eset. És nem is kell elvállalni. És nem is kell, szóval gyerekek, semmi közünk hozzá. Meglepődnék, ha valójában ők lennének, de azon sem csodálkozom. Nekik elég jó tímjük van erre egyébként, akik ezeket kitalálják.
Igen. Imádom ezeket az ilyen picit ilyen formatbontó típusú reklámokat. Most valamelyik nap egy internetes portálon láttam egy nagyon jó kis összeállítást arról, hogy a már meglévő lehetőséget hogy használják egy nagyon olcsó és nagyon frappás ötlettel, és ott több ilyen volt, hogy mit példaképpen mondom csak, hogy ugye tudjuk, hogy a menekülési útvonalakat különböző ilyen irodaházakban egy ilyen kis futó emberkével szokták ábrázolni, egy zöld alapon egy ilyen fehér figura. És azt találta ki az egyik ilyen dezodor cég, hogy mögé ragaszt ugyanilyen zöld alapon fehér futó nőket, mintha utána futnák, és akkor ugye ez a három betűs ismeritek, három betűs, hogy hívják, dezodorról van szó, ami, ha elviekben befújod magad, akkor a csajok iszonyat simálni fog. És csak mögé ragasztottak egy ilyen matricát a névvel együtt, vagy például itt tudom én, észrevették, hogy gőzölögnek a csatorna fedők. És a csatorna fedőre ráraktak egy felülről fotózott kávésbögrét. De jó, és akkor ott a márkának a nevével, és ott füstöl. Jó, hát mondjuk ennek biztos nem olyan illata van a csatornának. És számtalan ilyen jó ötlet, hogy mit tudom én, oda mész a kifelé nyíló ilyen lengőajtóhoz, és megfogod ugye a fülét ennek az ajtónak, az ajtó kinyitóját, mögé ragasztottak egy sörös palackot, illetve egy ilyen sörös kriglit, minthogyha a sört fog rád meg minden egyes alkalom, amikor bemész. Vagy becsöngetnek, kinézel, és azt látod, hogy kint egy irgalmatlan dekortással ellátott nagyon jó kis hölgyemény áll, a kezében egy újságnak az egyetlen példányszámával, és így kedvet csinálni, és gyorsan kinyitod az ajtót, és megnézi, hogy nem, csak egy ilyen kis apró pici papír figura volt ráragasztva közvetlenül a kinéző luk mögé, és azt látod, hogy kint pedig iszonyatosan jól nő áll, de nem, kinyitod az ajtót, és azt látod, hogy nem, az csak egy papírdal, de az ötlet zseniális. És sok ilyen volt egymás után, szóval, hogy a kreativitás nem feltétlenül kell az, hogy csili-vili legyen, meg iszonyatosan sok kameraállásból milliós technika, milliárdos technikával adott esetben felvett ilyen IMAX-es történet legyen, hanem csak frappáns pici ötlet kell ahhoz, hogy működjön. És ezek jók, jobb. Jó, ők jó reklámokat csinálnak egyébként, igen, ők is ügyesek. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Azt mondja, hogy kihánykor kelt, kinek milyen a reggele. Melyik a jobb, kérdezik, mi melyiket szeretjük jobban, Facebook vagy Instagram? Hát, igazából mi a hallgatókat szeretjük. Igen, mi a Facebookot használjuk, de az Insta is jó. Én mondjuk kevésbé Facebookolok, úgyhogy én az Instát jobban ismerem, én kedvelem azokat, akiket követek. Azt mondja, hogy... halipajtások, nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem felháborít, frusztrál, idegesít, elszomorít, stb. Olyan emberek nyilatkoznak a tévében, rádióban, akik nem tudnak beszélni. Ezt oktatják, kérdezi valaki. Jól lenne megjelent, hogy kire gondolsz, és akkor mi is meghallgatnánk, megnéznénk az illetőt, mert azért elég sokféleképpen sok helyen sok mindenki nyilatkozik. Nem tudjuk, hogy kiről van szó. Érdekes tud lenni, amikor valaki olyan nyilatkozik, aki kevésbé kompetens ebben a dologban. Igen, láttam a Honvédséget most nyilatkozni, és hát az... Jó, az egy külön szakzsargon, tehát hogy azt külön oktatják, hogy kell úgy nyilatkozni. Az valami elképesztő volt. Ugye nem tudom, mi történik a Honvédségnél, de hogy megint kigyulladt egy repülő. És nyilatkozott tegnap, csak így fél perccel kaptam el egy ilyen barna egyenruhás, sisakos, hát valami... Tehát olyan ember, aki nem hiszed el, hogy ő még így beszél, így nyilatkozik, és ilyen ruhában van. Nálunk rend van. Körülbelül... Döbbenetes volt. Nem tudom, hogy ki ő, de olyan volt, mint a itt ragadt volna. Tehát 1848-an ilyen ruhában így szaladt. A szolgálati beosztásnak megfelelően repülte a technikád be a dondártábornok úr, de a körülmények összejárásának... Körülbelül, de azt hiszed, hogy messze vagy a valóságtól, de nem. De nem vagy messze a valóságtól. Ő nyilatkozott, megdöbbentő volt. Mi van a Honvédséggel? Mi van a repülőkkel? Bizony. Mondjátok meg nekem, mi ez már megint. Mert most újra már második rövid időn belül. Reméljük, nincs folytatás. Hát figyeljetek, ugye az egyik internetes portál feldobta tegnap vagy tegnap előtt azt, hogy ugye egyszer a gázt, meg egyszer a féket, stb. Hát ugye erről mi is beszélhetünk volna igazából, de azért nem dőltünk be annyira ennek a történetnek, annál is inkább, mert hát ugyan nem is értünk hozzá, de azt tudjuk, vagy tudhatjuk, hogy a gázt meg a féket egy vadászrepülőgépben nyomni egyszerre nem nagyon lehet, meg hát nincs is mit nyomni nagyon, mert hogy ott inkább kormányok vannak, mint sem pedálok, és
ráadásul én utána megnéztem a Dandár tábornok úrnak a kis biográfiáját, és azért kiderült róla, hogy, hogy 21 néhány különböző géptípust tudott ő repülni. Elég nehéz elképzelni róla, hogy, hogy ott kislányos zavarából ott egyszer kezdett el volna nyomkodni dolgokat. Na ez a baj, hogy túl sok a gépet ismert, tudod, és ezt elkeverte. Ja, tényleg ezt a igen, meg, meg a mit tudom én, a kis fityó valamivel megy. Vagy 24-es, vagy 24-es, vagy 29-es. Most meg kigyulladt egy gép, ugye? Hát most az az volt. Ezt a szegény az egyik nagyon komolyan megsérült, a másiknak semmi baja nem lett, de hát azért ez csak tendencia, nem? Hogy ezeket a gépeket nem tartják karban? El akarják a filmet terelni az előzőről. Vagy igen, mindig. Tényleg fölgyújtották. Vagy mindig jön valami, tehát nem is értem egyébként. Na, azt mondja, hogy nézzük még, mit írnak a hallgatók. Vezérkari főnök volt. Lehet, bocsánat, lehet vezérkari főnök volt. Ne akadjunk föl ezzel. Így nyilatkozott, lehet, hogy megmutatom nektek, ha megtalálom. Azt mondja, hogy jelentkezik igen nemre, Balázs, a kávé mellől jól figyelek, ne aggódj, nem leszek gyenge, hogy te nyersz, felejtsd el. Jani Pécső mostanában nagyon aktív, minden reggel nyilatkozik, vagy minden reggel ír valamit, hogy jönne, és játszana. Úgyhogy meglátjuk, hát ebben Anna dönt. Anna dönt igazából. Most helyezik ki a háromlábút az M1-es 86-os kilométerénél lévő felüljáróra. Ezt Robi küldte nekünk, vigyázzon mindenki. Jani Pécső még 4000 SMS-t elküldött. Akarja, nagyon ő akarja ezt a játékot. Igen, igen. Különböző rímeket költ egyébként, és olyan négyféleképpen próbál különbözőképpen jelentkezni a játékra. Meglátjuk, mi lesz az időjárásunkkal. Nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz, mert most megígértett tegnap, meg tegnap előtt is, hogy szombat jó idő, és vasárnapra meg nem tudjuk még mi. Aha. Én nem éreztem tegnap olyan nagyon, mondjuk nem volt rossz idő, de úgy este már nem ülték ki a teraszra. Jó, de akkor jó idő lesz legalább holnap. Hát reméljük. Hát igen, azt mondják, hogy azért a borongos lesz egy picit az idő, vasárnapra mondanak megint egy picit ilyen esősebb történetet, hát nyára még egy darabig várnunk kell. És azt hallottam, hogy aszály van. Ti azt értitek? Aszály van? Aszály. Aha, hát ez érdekes. Szakadt eleget az lehet, hogy ez így a mondjuk, ha az egész évet nézed, az előző év átlagaihoz képest lehet, hogy kevesebb eső esett. Na de hogy most az elmúlt másfél hétben, az smafu, mert szakadt folyamatosan. Hát volt eső, aszály, az nem ilyenkor van, nem? De az nem. Ma, igen. Ennyi eső után ez valóban fura. Igen. Én azt hittem, hogy esőmentes időszak. Na mindegy. Viszont jó hír azoknak, akik el szeretnének jutni a Ferrari Racing Days-re a hétvégén, mert hogy ma fogjuk kisorsolni azt a páros belépőt, amelyet, hogyha valaki megnyer a kedves hallgatóink közül, akkor az a Ferrari VIP vendégeként vehet részt ezen a rendezvényen. Úgyhogy figyeljetek nagyon. Négy felnőtt, hoppá, gyerek. Négy gyereket hozzácsapsz, nyolcan vipeskedhettek. Hoppá. Nyolc hallgató, egy fettel. Így van. Jó reggelt, Bali, ma lesz a sorsolás Wimbledonban. Kíváncsi vagyok már én is, puszi Viki. Akkor hiába nézegettem én, hogy mi volt a sorsolás. Ma sorsolnak. Uh-huh. De mit, hogy kikivel játszik? Hogy kikivel játszik, azt mindig összesorsolják. Nem, a hajas pálya az nem, azt nem sorsolják. A pályát nem sorsolják. Aha. Tehát a pálya az nem attól függ. A pálya attól függ, hogy te hogy vagy rangsorolva. A soha nem a sorsolástól függ. Tehát az előrébb rangsorolt játékosok mindig főpályán játszanak. Aha. Tehát mondjuk játszol a Garroson, mondjuk a nem tudom, a Susan Lenglenen például, vagy a US Openen, a Rod Laver arénában, vagy Wimbledonban ugye a center pályán. Ki ez a Susan nevű hölgy? Susan Lenglen. Aha. Van ilyen nevezett pálya, Rod Laver, ja. Híres teniszes volt, és mi azt hiszem talán még mindig él. Igen, és akkor attól függ, hogy vagy rangsorol, ott játszol. Tehát Roger Gyokó soha nem játszik kis pályán. Nadal most már azért kirakosgatják, mert 8.-10., ő most már játszik kisebb pályákon. És de hogy kivel játszol, azt sorsolják, igen. És mi? ott áll az ATP-től valaki, egy közjegyző, és ő Miss Wimbledon. És a szerencsejáték. És akkor így forgatnak egy ilyen nézét, és kinyitják, és kinyitják. Federer! Köszönjük szépen Horváth Pistának, Ózdról, most pedig jöjjön Marika néni Bugyiból. Rafael Nadal Richard Gasquet! Köszönjük szépen, nyert 100.000 forintot! Igen. Előtte hallgassuk még meg Matyi a hegedűs vadonatúj nótáját, kikötöm a lovamat, fűszpáncét. És utána jön Robi a pedikűrös. Mit játszott a Fucsovics tegnap, viszont följutott főtáblára? Hát na, ez az, amit én nem tudok. Na miért nem? Mert azt hittem, hogy te úgyis hozod az infót. Nem, én ilyen be vagyok zárva egy stúdióba, gyerekek. Én innen elmegyek, és este 8:30-kor szabadulok ki, úgyhogy teljes érzelem. Fucsivics, azt írtam, mert Fucsivics. Nem tudok semmit egyébként. Fucsovics nem jutott főtáblára Wimbledonba. Szegény. Ajjajajajaj. Ott volt már pedig. Nem, majd jövőre.
Grúz. Mi, jövőre nem mehet? Hát egy jövőre följuthat nem, még éppenséggel, nem? Mit röhögsz? Tök igazad. Nem, hogy az ellenedő optimizmus, ami benned van. Figyelj, én azt be a Fucsovics gyerekben nagyon hiszek. Jövőre ott lesz a főtábla. Ja, főleg, hogy finga nincs, hogy kijön. Így is van, de én attól még hiszek benne. A Marci. Attól egyébként lehet. Hát a Marci. A Fucsovics. Nem, egy grúz megállította a rohadt életbe. A mindig a grúzokkal van a baj. Észrevettétek? Bármi van, mindig van egy grúz. Annyira durva egyébként, hogy ha ketten játszanak, akkor minimum ketten ott akarnak lenni ezzel a rohadt főtáblán. Ugye? Nem, annyira kiábrándító. Na most ez a grúz is most hova megy? Hát azért jó a főtábla jövőre. Híres magyar teniszezőt tudok, híres grúzt kevésbé. Most mit vannak sportok, amiket nem kell rölteni. Most ez a grúz, megnézem ki ő, és megnézem, mit csinál a főtáblán. Most már csak egy kíváncsiságból követni fogom. És ott lehet, hogy simán 16-ig jött, és végigveri a nagyokat. Hát szegény Marcinak ez most nem sikerült. Én egyetlen íres grúzt ismerek, az is a Sztálin. Hát igen, szomorú. Szomorú ez a történet. Na jó van, jelentkezzetek játékra. Jó, ha szeretnétek két baromi nagy maflást kapni a írek után, akkor játszatok velünk nyugodtan. Ébresztő jelleggel lehet harcoskodni. Ha jól esik, hívjatok ki bennünket nyugodtan játszani. 2-2, tehát komoly esély van arra, hogy egy ajándékcsomag mellett hogy valaki győzzön. Azt tudja mondani magáról mától, hogy ő elvette tőlünk a hetet, és heti győzelmet hozott a hallgatóknak. Igen, lombozd le őket, Feri, légy szíves a statisztikával, de hogy nem mindig szoktad, most legyen másképp. Nem mondok már semmit. 19-2, 19-3. 19! Itt egy döntetlen, és 3 bukott 7, de úgy 3, érted, hogy egyet adtunk, amikor Szabin voltunk. Na? Hát ez nem túl szép eredmény, halljátok-e? Ez nem túl szép eredmény, de most ezzel lehet javítani. Nyert hetetek lehet. Úgyhogy csak jók játszanak. Ne az legyen megint, hogy játszunk valaki viszonyul, és akkor utána azt jelentünk, na persze, mert ő csak tényleg olyanok jelentkezzenek, akik most jók. És elbírják viselni ezt a nem egyszerű és nem kicsi nyomást, hogy most van. A hét múlhat rajtuk. Jó? Szűn idő van már, úgyhogy nagyon sok általános iskolás, főleg az alsósok már otthon vannak, közülük már mindenképpen egy játékos, ha lehet elsős, másodikos legyen, kicsit álmos, jó és megszeppen. Lehet diák is egyébként, simán. Mert nagy szájú, kicsit beszólogatós, nyugodtan lehet valaki 15-18 éves, azzal nincs baj. Nagyon kicsi ne legyen, mert megint azt kapjuk, hogy na, hoztatok egy 8 éveset. Imádnám, igen. Hogy egy édes csengő hangú kislány azzal indítani, hogy na mi van, pöcsök. Zseni lenne, igen. 3 perccel elmúlt fél hét, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz majd valamikor, most csak 3:47 lesz, és az is csak 7 perc van. Jó reggelt kívánom mindenkinek, Kaposvár, Dombovári úton van egy trafink, köszi, Zselés elküldte nekünk, valamint az M5-ös bevezetőn befelé a szervek már dolgoznak. Ezt is kaptuk SMS-ben. A Ferrari VIP-jekre jelentkezik valaki, az még egy picit korai, nem kell, majd 9 óra után jön a kérdés, és akkor elég rá válaszolni. Jó, úgyhogy arra még egy picit várjatok, de ma igen sorsoljuk, tehát helyes a felvetés, ma VIP-jek a Ferrari Racing Days-re, ami ugye a Ferrari márka kupát jelenti, jönnek az autók, szép kis Ferrarik, és ki tudtok menni majd ezeket megnézni, ha nyertek. És ahogy látom, egyébként nem nehéz a kérdés, gyakorlatilag abba a korosztályba tartozók is szerintem meg tudják válaszolni, akik egyébként ingyen látogathatják a rendezvényt 0-tól 13 éves korig. Bizonyám, úgyhogy nem is kell a 4-et elpazarolni arra, hogy vigyetek gyereket, mert 0-tól 13-ig ingyenes, tehát tudtok szólni. Hagyjátok a francba az internetet, barátok. Ez menni fog sérvóból. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk a héten utoljára. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello. Andi vagyok. Andi? Igen. Hello, Andi, honnan hívtál minket? Hát Nagyvágyásról, Békés megyéből. Ó, Istenem, de szép hely az te. Biztos nem mond nektek semmit. De igen, mert én Békés megyei vagyok, úgyhogy nekem igen. Feri tudja. Hoppácska. Feri tudja, és milyen foglalkozol? Hát én adminisztrációt végzek, egy házi segítségnyújtással foglalkozó vállalatnál. Ó, de hivatalosan mondtad. Jól van, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Aja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 j
jelenteti, hogy a hallgatók hetet nyernek. Hát remélem úgy lesz. Jól van. Elraknád azt a
csomagoló papírt, nem, hogy kiesik a fülem. Nem ez a... Ez már a játékos összehezve való? Nem krémeztem be a könyökömet, és kicsit szárad a bőröm. Igen, akkor kedd már be magad, légy valami, mert ez meghallgat tőle hangtól. Jó, de ez már csak arra szolgált, hogy összezavarjon téged. Összezavarjon téged a játékban. Mehetünk, Andi? Mehetünk. Na jó van. Jani? 3, 2, 1, fire! Na figyelek. Itt vagy, Andi? Azt hittem, te fogsz kérdezni. Itt vagy? Halló? Itt vagyok. Ja? Kérdezek én? Kérdez. Mivel foglalkozol pontosan? Tudom, hogy mondtad, de mégis ez mit jelent? Hát ez sok mindent takar. Jó munka, izgalmas, szeretem? Szeretem a munkát, de most szeretnék váltani egyébként. Na, mit fogsz csinálni? Munkáját. Hát nekem munkaügyi kapcsolatok végzettségem van, valamint ezen a szakirányon végeztem az egyetemen, és akkor munkaügyi központba szeretnék menni. Ez izgi. Van pasid? Van. Mióta? Hát lassan egy éve. Lassan egy éve. Nagy szerelem? Igen. Opácska! Szép volt! Opácska! Nem lehet a munkáról beszélni. Nem lehet más mondani. Igen, 45-nél. Persze, gondolkoztam. De az izgalmasabb lett volna, hogy azt mondtad, hogy nem. De nekünk az is jó lett volna. Át kell terelnem valahova, mert ez a munka, ezzel el leszünk, és elmegy az egy perc, mondom, kicsit személyes vonalra terelem a dolgot, hát ott az érzem. De hány másodpercig bírtam? 45. 45. Még egy 15 lett volna? Hát de, ha nem, hát Istenem. A szerelem. Mi a szerelem? Egy éve. Tudtam, hogy ezzel megfoghatlak. Hát gratulálok, Balázs. Hát köszi. Pedig ügyes voltál, egészen sokáig bírtad. Kicsit hezitáltatok az elején, hogy igen. Kikezdjen. Igen. Andi, se ajándékcsomag, se nyert hét, szörnyű. Ah, de legalább van egy nagy szerelem. Igen. Az a lényeg. Az. Nagyon nekibúcsultál most? Nem, igazából nagyon izgultam, úgyhogy örülök, hogy eddig bírtam. Ne, egyébként ahhoz képest igen. Ne, én nem is hallottam a hangod, hogy izgulsz. Tehát ennél sokkal megszeppentebb játékosokkal szoktunk játszani. Ez nem jött át, hogy ugyanígy elveszítik, de mindig. Igen. Andi, jó hétvégét neked, puszilunk. Köszi a játékot. Ciao, legalább megpróbáltad. Köszi, hello, puci. Na gyerekek. Akkor így már Anna meg is írta a statisztikát, hogy 20 nyert hét van. Egy döntetlen 3. Bukott hét? És a Szabi hetünket hallgatóknak adtuk. Istenem, hogy így tényleg, hogy fog minket elkerülni az önelégültség? Sehogy. Ugye, hogy nem tud. Sehogy. 3 perc múlva 7 óra, Ákos hírei után folytatjuk. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. A Morning Show támogatója a Beluga. 7 óra múlt 8 perc. Az egy más. 8 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szintén nagyon minőségi. Igen, igen. Itt vagyunk, és folytatjuk. Nekem hozod? Ezt is. Ahogy te hozol papírt, úgy senki nem hoz, Laci. Gyakorlatilag körbe vagy bástyázok különböző. Tele vagyok. Minden információval, papírokkal, hírekkel, minden van. Minden van itt, gyerekek. Papírok. Az a Bryan Adams. Így van. Jó kis Bryan Adams. Tényleg egy jó Bryan Adams. Van tőle slágerünk biztos. Jó lesz az, amiben Merosik Summer of 69. Nagyon jó. Legalább egy kis ébresztő nótát kapunk. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket, mert hogy péntek van, jó idő, jön a nyár egy napig, és jönnek a közlekedési hírek is. Mérnek a 86-oson Szombathelynél a körforgalomnál egy Eres Oktáviából? Hoppá! Az komoly autó, Eres Oktávia. Elkapógép. Azaz. De az Eres Oktávia, ez nagyon megy, ez egy jó autó. 8-as úton Veszprémi elkerülőn mérleg és KPM ellenőrzés a kamionoknak. Ezt Tamás küldte nekünk. Aztán, mi van még? Miért kaptam egy rohadék, vagy Bali, Andita? Ezt gondolja. Vagy Andita. De nem? Mi mondtam én valamit a játékosnak? Vagy nem, mondtam, nem. Most még nem is harcoskodtunk nagyon, nem mondtam. De lehet, hogy csak úgy általános. Ja, hát, hogy fölkelt, lefürdött, fogatmosott, és azt mondta, hogy megírok egy megmondom rohadék meg, vagy Bali. És ettől neki jobb napja lesz. Itt a két napod van földolgozni, hétfőig. Nem? Már mikor mondod meg? Nagyon nem lesz tőle pszichoszomatikus betegségem, de köszönöm szépen. Nincs ennyi, lecsapadni. Érted. Gyerekek, engem nyugodtan bármikor. Ha nektek ettől jobb napotok van, akkor legyen az, hogy 10-ig most egy nyugodtan. Ami a csövön kifér.
Jó? Ne kapjatok ezért ti is, mint tudom, valamilyen bélbetegséget. Vagy nem, jó, ha kibeszélitek magatokból a frusztráltságot. Ami jön. Ami jön. Tízig hozzájárulok ahhoz, hogy senki ne kapjon. Tényleg. Valamilyen betegséget. Nem szabad lenyelni ezeket a dolgokat, mert ha valami szövődmény lesz belőle, hogy csúnya dolog. Ne. Írjátok meg inkább. Igen. Nyugodtan. Amit gondoltok. Kaposváron van egy trafi dombóváról érkezőket mérik zselé, küldte nekünk. És az M5-ös bevezetőn befelé a szervek már dolgoznak, Csáesz írta ezt is. Ócsa és Kőbánya Kispest között szeptemberig vonatpótlóbusz közlekedik, királyok vagytok, ezt Andi küldte, köszönjük szépen. Vonatpótlóbusz, azzal csak jobban tudsz járni. Tehát ma Magyarországon semmi nem lassúbb, mint a MÁV, úgyhogy legalább van esélyed beérni. Nem? Már állomás sincs. Tehát már a nyugatiba föl se tudsz szállni most július elejéig. Nem, hogy elbontották az állomást? Nem, mint a húzat. Teljes felújítás van. Nem is tudom, hogy hagyja ki a nyugati ból indult eddig, az most nem tudom, hova megy. Vagy hova érkezel. Mi van előtte, nyugati előtt? A nyugati előtt? Aha. Kőbánya Kispest. Aha. Zugló? Zugló. És ez most miért fontos, vagy micsoda, hogy mi van? Te említetted, hogy a MÁV nem egészen, és én mondtam, hogy most már állomásuk sincsen. De azt kérdezett, azt mondtad, hogy lebontották az állomást. Igen. Uh-huh. Igen. Ami egyébként nem is annyira baj szerintem, de mondjuk a nyugati jobb állapotban volt például a Kőbánya Kispesti vasútállomás, hát... Na, hát igen, Pripyatyi állapotok voltak? Közvetlen a robbanás után Pripyatyi, igen? Újra látogatható a reaktor. Kb. Ez lehetne így, hogyha már ezt a hasonlatot használtad, tényleg. Tehát, hogy az borzasztó volt, hogy soha nem felejtem, amikor legutóbb, amikor utaztam, szakadt az eső, mentem le a mozgólépcsőn, és a mozgólépcső fölött ki volt szakadva, azt nem tudom, hogy, mert hogy egy ilyen meteor becsapódás kellett hozzá, hogy kiszakadjon, fönt ki volt szakadva a tető, és ahogy mentél lefelé a mozgólépcsőn, ugye nem tudsz mit csinálni, végig esett az eső, végig. Tehát mire leérted a mozgólépcsőn, addig a csúran víz voltál. Az halál. Érted? Rövidítik az estévet, megoldod a tusolást, mielőtt hazaérsz. Tényleg. Látod? Így van. Ennyi. Leszállsz a metróról, vagy mi az? És végig tudod nézegetni a tetőn az utóbbi 20 év üdítő ital csomagolás evolúcióját. Hát döbbenet, hogy itt milyen állapotok vannak, aki most itt színházban forgatok. Nem mondom, hogy melyik színházban, mert igazából nem is lényeges. Színházban forgatjuk a castingját a talentnek. Ja, azt hittem, hogy mégiscsak elvállaltál egy főszerepet. Igen, játszom. Haj Mácsi Péter, haj Mácsi Pál, Habarométer, de mit mondál? Balázs Péter. Igen, most próbáink vannak. Próbál a Sinkovics teremben. Sevestén Balázst várják az olvasó próbára. Oswald Marika várja. Oswald Marika nagyon várja Sevestén Balázst. Haj Mácsi Péter olvasó próbájára. Kérem magamnak. Az öltözőmben van egy mikrofon, ahol néha beszólnak, hogy hol van próba, és kit várnak a színpadra, és így fekszem egy olyan ágyon, amin szerintem utoljára 1953-ban feküdtek, és porszívoztak, és takarítottak, és van egy ilyen fél órás ebédszünet, és néha beszólnak, olvasó próba. Ugye, az így elő. És így fölüvöltek, Jézus Isten, ki ez a hang, miért ijeszgetne el? Egy régi ezeres beak hangszóróból rám szólnak néha, hogy menjek olvasó próbára, de nem én, hanem közben a színházban egyébként zajlik egy csomó minden más, ma felmegyek, és egy ilyen vagy kiszerelem, vagy viszek egy... Mi az, ami megnézett, hogy miben van áram, miben nem? Mi az a ceruza, tudod? Fázis ceruza. Fázis ceruzával valahogy... Igen. Megpróbálom kiszedni. Nem is ez a lényeg, hanem... hogy kinyitott a szekrét, és be volt akaszt, hogy öltöd, és rajta volt egyszerűen, hogy latinovics. Benne volt a latinovics. Nem hiszitek el, hogy milyen állapotok vannak. Tehát ez az valami elképesztő. Tehát ott tényleg a Dombival beszéltük, hogy a WC az Pripyaty. Tehát, hogy valami döbbenetes, nem hiszed el, és itt volt a műsornak az angol producere, és én mondtam, hogy higgyétek el, hogy az angol pali egyébként azt gondolja, hogy ezek a magyarok döbbenetesek. Felépítettek egy ilyen retro színházat csak azért, hogy autentikusnak érezzék a versenyzők, amikor bemennek a színpadra, hogy mégis ilyen körülmények kicsit lerobban, nem tudom, higgyétek, hogy ezt gondolja. És dumáltam az angol palival, és kiderült, hogy mint ami egy órával korábban ő mondta valakinek, hogy fantasztikus helyszínt választottunk, hogy milyen autentikus. Gyerekvállók nincsenek. És mondta, hogy ők többek között ezt a műsort Londonban is forgatják, egyébként, hát ott azért nem teljesen ilyen a színház, de hogy nagyon jó választás. Mert hogy itt a szereplők nem érzik azt, hogy egyből a csillogásba mennek. Egy van ilyen. Ha tudnád, szegényként, Istenem, ha tudnád, hogy azért ebben kevés tudatosság volt. A Globe Színház, az kb. Ugyanez, de hát azt még Shakespeare építette annak idején.
Szóval, hogy nem csak visszatérve a magyar állapotokra, szegény, és azért nagyon nagy nevek dolgoznak ebben a színházban, és nagyon nagy színészek, és nagyon nagy színésznők dolgoznak ebben a színházban. És hát ez a nagy neveket mondtad is már, Sebestyén, Dombi. Nem. Nálunk nagyobb nevű színészek és színésznők dolgoznak ebben a színházban, néha így jönnek velem egyébként. Most nyilván nem mondom, hogy ki kell találkozom, mert akkor már tudhatják, hogy melyik színház, és nem akarom, hogy még véletlenül is magukra vegyék, mert az ő érdekükben mondom ezt, hogy szegények ilyen körülmények között dolgozni, szóval, hogy le a kalappal. Meg nem is ugrik be a nevük. Tessék? Most nem is ugrik be. Nem, de beugranám. Tegnap pont rám köszönt az egyik délelőtt 10-kor, azt mondta, hogy jó estét kívánok mindenkinek, és igen. Jó legyen, jó estét, nincs baj. Brutális színész egyébként, az idősebb generációból. Nagyon jó színész. Nem mondom, de hogy ilyen állapotokban kell nekik dolgozni az egész. Mert mi ott vagyunk 3 hetet, 2-t, mi kibírjuk, meg nem gond, szóval az ember persze. Tehát nem, nincs ezzel probléma. Azt kell csinálni, de hogy a művészbejáró elé fel kell építeni egy Stargate kaput. És akkor belépnek rajta, és akkor azt hiszik, hogy tényleg úristen, visszamentünk egy kicsit az időből egy pár évet. De hát ez nem csak itt van. Hát, mert ami pénz van, az kell a nézőtérre, kell a színpadra, a díszletre, plakátra, és tényleg a csillogás ott oké, megvan, és aztán lejössz, lemustod a sminket magadról, és belépsz az öltöződbe, és azt mondod, hogy Jézus. Na de ilyen körülmények között érted hozni a minőséget. Na az. Igen. Az a nagy dolog. Na mindegy, hát is azok a WC-k, szóval tényleg elképesztő szegények. Na. Csapvizet ittál már? Tessék? Csapvizet ittál már bent? Az öltözőben van egy csap, de nem mertem megnyitni, mert az egyiket eltekertem, vártam 3 percet, és mondtam, na jó, akkor ígyunk egy bizonytalan. Levírjuk rá. Szóval hihetetlen. Az ember csak sajnálni tudja, hogy ilyen volumenű színészek ilyen színházban kell, hogy dolgozzanak. Hogy azért milyen jó lenne, ha több pénz lenne erre. Nem? Magára a kultúrára, a színházakra, hogy méltó körülmények között tudjanak színpadra állítani ilyen darabokat. Hát ez tényleg elképesztő és szomorú. Na, egy nagyon érdekes hír találtunk, és talán vannak szülők, akik tudnak úgymond tapasztalatokat írni nekünk, mert hogy berlini kutatókról beszélünk, de abszolút átülthethető ez valószínűleg Magyarországra is, miszerint a túlsúlyos nebulók, állítja ez a kutatás, ilyen szépen mondtam, a túlsúlyos nebulók. Imádom az ilyen szavakat is. Én megőrülök az ilyen szavaktól, nagyon szeretem. A túlsúlyos nebulók rosszabb osztályzatot kapnak az iskolában, mint normál súlyú társaik. Megállapították egyébként ezek a kutatók, ez neked most tetszeni fog, a kövér csemeték. Aha. Adjál még meg. Nebulók csemeték. A kövér csemetéknek, ha a lány legalább 20%-kal kevesebb az esélye arra, hogy 5-ös vagy 4-es kapjanak, mikor valaki kövér, de fiú, akkor ez csak 10%. Tehát még ráadásul a kövér lányok vannak rosszabb helyzetben. És nem tudom egészen pontosan egyébként, hogy ez a kutatás ez mire alapozza. Minden esetre kiderítették, hogy valójában így van, hogy Németországban, ha valaki kövér gyermekkorában, aha, hátránnyal indul, és nem csak a tornaórán mondjuk, vagy nem csak az életben, ha a szülei nem figyelnek oda az étkeztetésére, és tönkretezik a gyereket, hanem az osztályzatoknál is. Ha kövér, akkor 10%-kal nagyobb az esélye, a kövérlány, akkor 20%-kal nagyobb az esélye. Az hogy rossz azért osztályzatot kapjon, vagyis a külső alapján is valakit pontozhatnak a tanárok, vagy adhatnak jegyet a nebulóknak. A nebulóknak, illetve csemetéknek. A kövér, illetve túlsúlyos nebulóknak és csemetéknek. Azért érdekes a dolog, mert önmagával sose tudod összehasonlítani. Mert te soha nem érezted magadon. De a kövér csemetét én éreztem magamon, és a túlsúlyos nebulót is, én mind a kettőt kétszer éreztem. Kétszer annyit kellett dolgoznod a színötösért. De nem az mindig megvolt, de hogy nem tudod azt, hogy ez a gyerek egyébként, tehát a negyediket nem lehet újra járatni vele úgy, hogy most gyorsan lefogyasztod nyáron, és még egyszer újra csinálja, és akkor vajon egy-egy jobbat? Akkor honnan tudod? Érted, hogy nincs viszonyítási alap. Van egy sovány gyereke is, és pont ugyanannyit tanul. Van egy ikertesója, aki sovány, nem, és ő pedig sokkal jobb. Ezt valószínűleg egyébként ezt a bizonyos felmérést egy olyan szülő készítette, aki rendelkezik, illetve hát akinek a nebulója, illetve csemetéje valószínűleg túlsúlyos, és ő egy picit elégedetlen, aha, volt az évvégi bizonyítványa, és mire fogta? Az éme kövér? Nem. Azért, mert fedett. De van rajta egy kis plusz. Igen. De egyébként ebben én megértem, hogy ennek mi a pszichológiája. Tehát, hogy ránézel egy kövér kisgyerekre, és valahogy egyből hátrébb sorolod az agyadba. Na most kérem ki magamnak. De ezt most komolyan mondom. De miért? Azért, mert én látok valahol szállodában, elmegyünk valahova bevásárlóközpontban egy elhízott kisgyereket, 5-6 évesen, és azonnal valahogy az ember elkezdi sajnálni. Tehát így van egy ilyen sztereotípia, de nem az, hogy tehet róla, nem az, hogy szerencsétlen, nem az, hogy ronda, hanem azt látom,
a brutálisan elhízott kisgyerekeken, hogy ott van egy gyerek, aki semmiről nem tehet, és már most nagyon kövér, és egyszerűen valahogy nem érzem teljes értékűnek, de nem azért, mert hogy ő nem az, hanem mert sajnálom, hogy ő tulajdonképpen, ha nem genetikailag vagy mit tudom, orvosi ügy miatt hízott el, hanem egyszerűen azért, mert mondjuk nem figyelnek arra, hogy etetik, akkor én azt egy kicsit máshova sorolom, tehát elkezdem sajnálni. Jobban, mint ha ránézek egy egészséges 6-8 éves gyerekre, és a kicsatlan az egészségtől rohangál, míg mondjuk a kövér kicsi duci, kisfiú, mondjuk nálunk van egy általános iskola, hogy megyek el ott a hetes úton, amerre lakom. És belátni is kosárpálya, focipálya, nem tudom. Mindig brutálisan gergetőznek a gyerekek, állandóan nagy élet van, táborok vannak, stb. És van néhány kövér kisgyerek, és azt látod, hogy láthatóan egyébként lohol a labda után, nem nagyon passzolnak neki, leül, szalad kettőt, hátránnyal indul. És kicsit egyből sajnálod. Aha. Tehát kicsit azonnal máshova sorolod, mint az egyébként 20 egészséges, rohangáló, mit tudom, vékony kisfiút. De nem azért, mert kevesebb, hanem mert valahogy hátránnyal indul. Aha. Érted, hogy mit mondok? Most próbálom ezt úgy elmondani, hogy senki ne értse, és azt mondom, hogy szegény gyerek, hát basszus, hogy miért nem lehet odafigyelni, hogy igen, ne ezt... azt tegyen a gyerek, amit akkor még kell már egy 6 éves gyereknek. Hát az ebédlőben azért mégis 30 kilósnak lenni. Mindenki más. Igen, csak ez például csak a testnevelésnél fontos, érted? Tehát egy pedagógus, aki mondjuk matematikát tanít, pont azt kéne láss, hogy az én megkövér, ő még lehet matek zseni. Nem ezt mondom, hanem értem a pszichológiát, hogy mi alapján aha. sorolják na őket, jó, de egy hát kicsit hátrébb. Meg nem ezt kell. Igen, nem a jó kell, válasz hogy... az jó válasz. Tehát, hogyha oda van egy kérdés írva arra a papírlapra, és jól válaszol rá, nem. Vagy pláne, hogyha már a számtant hozta fel a Feri példaképpen, akkor érted, ott azért fekete-fehér a történet. Ott elég exakt. Vagy jól válaszolsz, story, vagy igen. Nem. Nem így mondták egyébként. Tehát nem csak a tanáron múlik, hanem azon múlik, hogy a kövér diákokat kicsúfolják. A kövér diákokat, a kövér gyerekeket, azokat az osztálytársaik is megkülönböztetik maguktól. Tehát mit csinál a szülő az, hogy hülyére zabáltatja a saját kövér gyerekét? Nem csinál más, mint hogy céltáblának teszi ki a saját gyerekét. Na, mit csinál már igazad van. Milyen gonoszak a gyerekek? Igen. Mit csinál a gyerek? Bemegy, és azt mondja, hogy kövér vagy, mennyit eszel, miért eszel ennyit, hogy nézel ki, összefog a többi vékonya, és elkezdik csúfolni. Mit csinál a gyerek? Hogy reagál rá? Kevesebb önbizalma lesz, nem mer jól felelni, ki kell állni az osztály elé, ahol megszégyenül, ahol még kicsúfolják. Tulajdonképpen utána pedig nem a tudását adja, hanem a tudásához képest -30%-ot. Tehát nem a tanár néz rá, és mondja azt, hogy te ronda csúnya kövér kisfiú vagy. Na majd akkor most adok neked hármas, hanem nem tudja kihozni magából azt. Tehát én a hátrányos helyzetet is így értem, hogy azon túl, hogy a gyereket hülyére zabáltatja a felnőtt, mert jaj de szeretlek egy ilyen még, egy csomó minden olyannak teszi ki, amiért aztán a gyerek mondjuk rosszabb osztályzatot kap az iskolában. Na így adom. Érted? Így adom, hogy a gyerek az önbizalmát rombolja le azzal, hogyha túl sősétlen. És magából nem tudja kihozni. Igen. De mondhatod, hogy kikéred magadnak, mit kell, hogy ránézek egy gyerekre, és igen, egy kicsit megkülönböztetem, és sajnálom? Abszolút. Én ugye 6 éves koromig gyönyörű slank férfi állat voltam, amikor volt valami roppanás az életemben. Szerintem egy törés. Én az egy törés, de egy kicsit később. Egy disznóvágás. Nem egy disznóvágás, nálunk egy disznót, nálunk egy disznót nem vágtak. Hát vicces. Egy falkavágás. Hát persze, igen, azt minek kezdjünk bele ebbe a dologba. A kondavágás. Nem. Feri hat évesen meghallotta ezt a mondatot. Fogd meg, légy szíves, ezt a disznósajtot, amíg visszajövök. És itt mentél el. Itt, igen, itt valami eltört. Itt 6 évesen van, hogy hol az a disznósajt? Nem tudom. És egy másik dimenzió nyílt meg előtte. Egy 12 kilónyi disznósajttal ott kezdődött el valami, de én tényleg kövér kisfiú voltam, és ez a fajta megkülönböztetés most nekem így nincs meg, hogy én rosszabb jegyet kaptam volna, de kellett gürizni érte. De a társaktól viszont a kapás. A gyerekek a nagyon gonoszak volt. Tudnak lenni. A tehát a gyerekek volt. Azért egyrészt gonoszak is tudnak lenni, kettő. Igen, vannak annyira őszinték, hogy az őszinteség és a gonoszság, ha párosul, akkor azért náluk néha gonoszabb teremtés ritkán látni. Tényleg mondjuk ki. Tehát azért a gyerek, ahogy kiközösít valakit az óvodában, vagy összeállnak csapatba, és a gyengébre rászállnak, az könyörtelen tud lenni. Tehát sajnos ilyenek, főleg egy bizonyos kor után. Óviba ez még nem jelenző, suliba már nagyon durran elindult szerintem, az, nem? Igen, az működik. De ezek a csúfolódó rosszindulatú gyerekek, ezek általában pont azok a frusztráltak, akik aztán hasonló frusztrátokban találnak maguknak társat. Én nem felejtem el soha, hogy nekem például volt egy nagyon kövér osztálytársam, egy Romeo nevű srác még általános iskolában, és egy imádnivaló személyiségű fiú volt. Tehát, hogy mindenki jókedv volt körülte, mert rettenetesen vette a lapot, nagyon-nagyon-nagyon jókedély volt, sokat nevetett, és az mindenkire átragadt a jó hangulatot. Csak azt akarom vele mondani, hogy egyébként meg nem feltétlenül kell az, hogy ők hátrébb legyenek sorolva, mert a személyiség nagyon
nagyon meghatározott el a 8 éves gyereknek, elmondod, hogy ne soroljátok háttérben, meghatározó a személyiség. Tehát ezt kinek tudod? Nem, csak kivel... azt akarom mondani, hogy őt például szinte egyáltalán nem bántották amiatt, hogy, hogy ő hatalmas volt. Aha. Tehát, hogy hozzánk képest ő nagyon-nagyon nagy volt, nagy termetű volt, meg szerintem egy picit el is volt hízba, de a személyisége nagyon pozitív volt, és emiatt igazából nem került. Nem került. Jó, de itt ebben a cikkben nem a gyerek-gyerek közti dologról van szó, mert a jegyet a pedagógus adja. Tehát a pedagógus egyébként meg egy szemét, hogyha azért de nem, pont ezt mondom. Hát pont ezt mondom, hogy ez a nélkül, hogy a gyerekből nem jön ki a teljesítmény. Az egy másik tehát kérdés. Kövér, frusztrált, kiáll, elfelejt, röhögnek rajta, és kvázi gátlásosabb, mint a normális. És egy felelésnél nem tudja azt hozni, mint a sovány társa, mert kövér, és ezért nem ötös kap, csak hármast. Holott a gyerekben benne lenne az ötös. Jó, de akkor a cikkadnak úgy kéne szólnia, hogy a kövér gyerekek rosszabbul teljesítenek a saját frusztráltságuk miatt. Hát tulajdonképpen erről szól, mert azt mondja, hogy rosszabb osztályzatot kapnak. De a teljesítményük miatt, nem a dagi gyerekeket utáló német tanárok miatt. Szerintem meg a dagi gyerekeket utáló német tanárok rohadékok. Ez a cég nem a dagi gyerekeket utáló német földrajz tanárokról szól. A dagi gyerekeket utáló német biológia földrajz szakos tanárokról szól, hanem magukról a gyermeknek a teljesítményéről. Na de mégis most bizonyítványosztáson írjanak nekünk szülők, akik elégedetlenek gyermekük teljesítményével, sőt olyan szülők is, akik azt gondolják, hogy a gyermekük azért kapott rosszabb teljesítményt, mert mondjuk a gyerek kövér, vagy túlsúlyos, vagy elhízott. Nézzük meg, hogy ennek lehet-e valamiféle valóság alapja, hiszen most kapnak bizonyítványt a szülők, gyerekek. Itt most rengeteg szülő elégedetlen a bizonyítványával, és sokszor, bár ez is érdekes, mert legkevésbé a szülő nem azt mondja, hogy a gyerek hülye. Nem? Hát nem, persze, mit, hanem a tanár hülye. Kiszúrt magának azért, drágám, mert te ilyen vagy, pikker rád, hát persze. Az én gyerekem. Úgyhogy nagyon jól tetted, hogy tiltakozáson megetted a bizonyítványt. Igen. Ez egy érdekes dolog. Anna, neked is most volt bizonyítványosztás, nem? Mondjuk nálad hát, ez nincs. Igen, második. Náluk viszonylag a te gyerekednek ki merre rossz élet adni. Túlsúlyosnak. Igen, hát bemész, leszakítod, leüvölted a fejét. Mi ez? Tanárom, kérem, készültem. Ó, hoztál bizit? Ho! Atyaisten, általános iskola. Nem mondom, hogy melyik az iskola, jó? De be nem mondjam. Ő a gyereked? Igen. Nem valakit elhoztam az iskolából. Ő az igazgatónő, a tiszteletük jelélő, ragasztották a lánya helyét. Aranyos gyerek. Nem tudom, kire hasonlít. Az most mit kell néznem? Várjál. Hát kettő bizonyítvány van a kezedben, hadd segítsen. Miért kaptok két bizonyítványt? Mert angol emelt angolra jár, és van egy angol nyelvű bizonyítvány. Hát megőrülök. Van egy általános, meg van a sovány gyerek. És elhoztam mind a kettőt, hogy lássam. Aha. És van a másik, hát a normál bizonyítvány. Nem volt egy ilyen papírod, ahol így le volt írva külön a tantárgyak? Mutogattál egy ilyen papírt. Ez az. Itt van. Parancsolj, hátul betétlap. Fejtsük meg együtt a bizonyítványt. Megőrülök egyébként már, miket osztályoznak. Ti tudtátok, hogy miket osztályoznak már általánosan? Feri, erre neked is fel kell készülni. Bizonyám. Próbálok szeptemberre. Nekünk nem úgy volt, hogy angol, magyar irodalom, magyar nyelv, stb. Nem? Matematika, volt egy magatartás, meg egy szolgálom, ugye? Ennyi. Itt részképességek is tehát vannak, tehát a rész, hogy miből áll össze az egész, és azt így levezetik a szülőknek. Egyébként nem rossz az, hogy nem ezekre a dolgokra. Hát Feréknél volt vetés, aratás. Hogyne. Terelés. Kolbásztöltés. Igen, füstölés. Bélmosás. Bélmosás és fújás. Tehát a rajznál az, hogy jól megfelelt, oké, de a munkavégzés eszközhasználat, munkadarabja, technika, munkavégzés eszközhasználat, a munkadarabja. Ezeket osztály. Erre mindegy külön jegy. Erre mindegy külön jegy. Magyar irodalom, figyeld. Hangok ejtése, szókincse, mondatalkotás, tanult betűk felismerése, hangos olvasás, szöveget értő feladatok megoldása. Bizony. Ez csak a magyar irodalom, és azon belül még ennyi mindent osztályoznak. Én ezt nem tudtam. Bizony, tehát ez nagyon kemény. Rész, és az e-naplóba pedig részletesen fönn van minden. Ugye ma már e-naplóban nehéz kijátszani a gyerkőcöknek. Rámegy a szülők is kóddal, és pontosan ezeket a részeredményeket látod lebontva. Sokoldalú nebuló ez a karizma. Sokoldalú ez a gyermek. Magyar nyelv. Vonal közben való tájékozódása. Jézus Mária. Betűkírása, betűalakítás, betűkapcsolás, másolás, tolbamondás, írásbeli munkájának külalakja. Hát hogyne? Ez mind most más. Azt nekem nem vonaljárásból hányas? Vonaljárásból, hogy azt nézem, hogy ötös. Nem tér ki senki kedvéért. Átmegy mindenki. Hogy egy pedagógus, akinek van 30 gyereke, az ennyiféle dologra oda tud figyelni gyerekenként? Hát, vonal köz, hangsúly, értelmezés. Hát ránéz a füzetre, és már is látja, ugye. Meg ránéz az anyjára, azt nem lenne megnézi, látja, hogy sovány, rendben van, ötös, készen.
Pufi, akkor három. Igen, nem három. Nálunk van egyébként erre ellenpélda, van, aki kicsit molettebb, kislány például, és nem nagyon jó kis bizéje van, tehát, hogy ez nem feltétlenül. De jobb, mint a Karinái? Nem jobb, mint a Karinái. Látod? Rosszabb, mint a Karinái, aki nem túlsúlyos. Tehát te is azt mondod, hogy a túlsúlyos gyereknek rosszabb jegy jár. Bizony. Hogy szarik, beszart a szeptember. Nem szartam be a szeptembert, mert nekem nincs túlsúlyos gyerekem. Én voltam túlsúlyos. Nem, figyelj, én nem látom ezt így, tehát, hogy nem hiszem. Most mondtad ki, tehát, túlsúlyos a gyerek, és rosszabb jegyet kapott, mint a Karina. Nem tudom, hogy rosszabbat kapott te, gyanítom, hogy nem kapott annyira jót. Jó, de lehet, az hogy, rosszabb, de azt lehet, úgy mondjuk itthon. De lehet, hogy nem a nem dicséretes ötöst kapott, csak szimpla ötöst. Mert valószínűleg nem a tanár miatt van nem ez, igen. Nem a tanár, dehogy is. Nem. No. Ott, amit te mondtál, van benne igazságnak. Hogy? Hát az, hogy ránézel, és bizonyos dolgokat esetleg kevésbé jól tud megcsinálni. Hmm. Például egy tesi órán, vagy egyebek. Igen. Mi az egyebek? Könyörgöm. Ne, most ha már nem túlsúlyos a gyereket, akkor mit húzott föl magad? De most már nem. Mert, túlsúlyos mert ez is, Anna is mit mondta? Mit mondtál? Túlsúlyos a tesi órán. És egyebek. És mi az egyebek? Semmi nincs egy túlsúlyos gyereknél a testnevelésen kívül. Nincs. De van. De ne húzzatok föl gyerekek. Nem mondhatjátok azt valakire, aki túlsúlyos a testnevelés órán kívül. Nagyon sok hátránya van, de szerintem van. Hallod? De szerintem van, mert a gyerek, amiről beszéltünk, hogy lehet. De. Tehát ha nem azért túlsúlyos, mert genetika, hanem egy hülyére zabáltatják, az nagyon nagy hiba. És azt kiteszed a gyerekedet egy céltáblának. Szerintem van. De akkor a szülő. És azért vagy felháborodva a Pufi, mert tudod, hogy... Az én életemben igen, ez így volt, de nekem nem voltak rossz jegyeim, érted, attól, mert Pufi voltam. Jó, mondjuk nem kevés vágóállatba kerül, de... Az tök jó, mindegy, de érted. Apád érted, minden nap leölt fél gondákat ölt, és lekenyerezte a tanárokat. Igen, hát és friss zöldséget is vittünk. Magáit a Na, írja nekünk olyan szülők, akik éreztek bármit abból, amiről beszélgettünk, hogy a szülő nem megérdemeltem, vagy a gyerek nem megérdemeltem, valamiért rosszabb jegyet kapott, mint ami járt volna neki. Évvégi bizonyítványok korszakát éljük. Írjatok nekünk, jó, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak ez ügyben. Azért, mert egy kicsit túlsúlyos, azért, mert szemüveges, azért, mert a gyereknek nincs elég önbizalma, vagy azért, mert egyébként gonoszok az osztálytársai, bántják, és emiatt mondjuk a gyerekből nem jön ki a maximális teljesítmény. Ezen cikk egyébként nagy részt erről szólt, nem a német dagi gyerekeket utáló földrajztanárokról. Azért ez fontos. 1:02 várjuk az SMS-eket, jövünk Ákos híre után. 7:43, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy érdekes kutatásról beszélgettünk, és kértük szülőket, hogy írjanak nekünk tapasztalatokat, mert hogy berlini tudósok megállapították, hogy azok a diákok, akik túlsúlyosak, azok eleve hátránnyal indulnak mondjuk egy általános iskolában, mert hogy 10-20%-ban rosszabb jegyet kapnak, mint vékonyabb társaik. De nem azért, mert hogy a tanárok nem szeretik a kövér kisfiúkat, kislányokat, hanem mert nem jön ki belőlük az a teljesítmény, ami kijöhetne, ráadásul az osztálytársak is sokszor csúfolják őket, önbizalom hiányosak lesznek, és ezáltal nem tudnak úgy teljesíteni, mintha vékonyak lennének, és mondjuk úgy állnának ki az osztály elé, hogy nincsenek kinevetve, vagy nem gúnyolják, nem csúfolják őket. És a fiúk azok 10%-uk van, a lányuk pedig 20%-kal kevesebb az esélyük arra, hogy ötöst vagy négyest kapjanak. Mondták ezt egyébként német kutatók. Hmm. És erről beszélgettünk, hogy lehet ebben valami a gyerekek gonossága miatt, vagy az önbizalom hiányos Pufi gyerekek miatt. Most ha még előhozod a... Mindenki egy kicsit máshogy gondolja. Pufi gyerek szemüveggel. Tessék? Ha még a Pufi gyerek szemüveggel. Hát, szerintem egy óvodában az is, a szemüveg az már nem. Tehát amiatt nem. Nem. De bizton állítom, hogy sok gyereket bántanak a súlya miatt. Leginkább a gyerekek. Tehát ezt továbbra sem tudom aláírni, hogy egyelőre sérülnek. Jó, egy kukkertől, azért szerintem elfogadhat. Szemét állat, te! Igen, hát általánosra egyiket igazán a férjek, mert ez is ment. Ez is ment. Az már halmozott. Igen, az halmozott. De egyébként mindenkinek máshogy hat a dolog. Én például úgy hatott, hogy én próbáltam összekapni magam szemüveg és pufiság együtt. Illetve nagy felületen voltam szép. Ennyi. Nem nevezzük kövérnek, hogy én meg elkezdtem teperni. Nem hogy csak nem? Azért tepertél te, hanem mert egy izé voltál. Mi? Egy ilyen stréber. De azért voltál stréber. Ha 10 kilós lettél volna, és tepertél volna. Én szerettem jónak lenni. Aztán később ez elmúlt, de általános iskolában nagyon megvolt. Jó volt.
Igen. Tanárnő, hagyd segítsek, szünet van, Feri, inkább pihenj. Igen, Feri, osztálykirándulásom vagy állal. A többiek már máshol. Igen. Tanárnő, hagyd fel egyébként, Feri, ez egy akadályverseny. Itt jól érezi, hogy Én tudom a választ. Feri, osztálykirándulásom vagyunk, ez egy bátorságpróba éjszaka. Jó. És számháború. Arra is tudom a választ. Most ne akarjál felelni. De arra is tudok válaszolni. Igen. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, hogy kinek milyen tapasztalata van. Illetve szülőket kértünk, hogy írjanak nekünk, hogy miért nem elégedettek gyermekük bizonyítványával, ha van ilyen. Azt írja egy hallgató, hogy a saját fülével hallotta, hogy tanár a kövér kisfiúnak mondja, ki jössz szenvedni a táblához, vagy beírhatom az egyest már most. Kérdés, hogy a tanár mondja ezt egyébként egy nem kövér kisfiúnak, aki így beszél, az valószínűleg mondja. Tehát, hogy... a szenvedni a táblához az nem a kövérségre van. Igen, az ott másnak is mondja. Igen. Világéletemben túlsúlyos voltam és szemüvegesem, az iskolában sem, a munkahelyemben nem ért ezért megkülönböztetés, kitűnő tanuló voltam, summa cum laude-val. Végeztem, férfiak részéről kaptam negatív kommenteket, ma sikeres 30-as vagyok, boldog párkapcsolatban élek. Tessék, egy ide. Én is kövér gyerek voltam, de soha nem volt hátrányom belőle, mikor játszottunk agykirály katonát, mindig félreálltak, senki nem állt az utamba. Engem szeretek az osztálytársaim. Attila írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Nálunk a fiam osztályában van egy túlsúlyos fiú, aki zseniális matekból mindenféle versenyeket nyer, most 7. osztályos, már kama sokat fogyott, de az elmúlt 6 évben sokat bántották a gyerekek, és bántották a tanárok is. Ezt Judit küldte nekünk. És van egy hallgatónk is. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia. Na, te túlsúlyos gyermek voltál? Így igaz, túlsúlyos voltam általános iskolában is, és középiskolában is. Igen? És érezted ennek hátrányát? Természetesen, hát matematikából úgy történt az első év szakmunkásában, hogy a tanárnő közölte velem, hogy ez az év, ez nem sikerült teljesen jól, tehát pótvizsgán találkozunk. Na de az a túlsúly miatt lehetett? Hát nyilván azért volt, mert... Hát valószínűleg a hanyag tanulmányaim miatt is azért is, mert tett rá megjegyzéseket, hogyha annyival lennék egy kicsit okosabb, mint amennyivel több a túlsúlyom. Na ez így viszont aljas, igen. Tehát így, és akkor sikeres pótvizsga után, 4-esre utána volt egy elbeszélgetésünk, és azóta feltétlen kapcsolatunk. Aha, és akkor azt úgy értékelted, hogy amiatt vágott meg. Hát nem kellett úgy értékelni, mert részben ki is mondta, ki nyilvánította felől a véleményét. Gonosz tanár volt egyébként? Az elbeszélgetésig igen. Már kibeszélgetettél vele a család? Hát Nem, én. A pótvizsga után, miután mondta, hogy sikerült a pótvizsga, 4-es lett, közöltem vele, hogy akkor most beszéljük meg ezt a túlsúlyos kérdést, mert úgy gondolom, hogy ez nem korrekt. Aha. Na, de milyen élelmes diák voltál akkor, hogy egy beszélgetésre hívtad a tanárt? Igen. Hát persze, hát muszáj volt, mert akkor most utána mind a két évben még az lesz, hogy akkor most ezért bukok meg, mert még kövérebb lettem, vagy azért bukok meg, mert nem tetszik a hajam színe, vagy a hajam hosszatán. Elővetted a szatyorból a sokkolót, a viperát, a boxert, és mondtad, hogy kiraktad az asztalot, hogy beszéljük meg. Nem egy rút szalámival. Igen. Részben. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Nálunk a gimiben volt egy srác, aki elég husi volt, mégis osztály elsőként húzott magával minket. Ha kiállt felelni, tök vörös lett, izzadt, de nem is kicsit, a pólóját nyújtogatta, de mi imádtuk. Az osztályból az összes saját titokban a szeretőjének hívta, és kézen fogva sétáltunk vele a folyosón. Na tessék, látjátok, eljátszott, hogy jaj, én szegény. Srácok, abszolút aláírom, hogy van ennek a cikknek alapja, egy másik hasonló dolog nálunk Svédországban. Most volt téma, hogy az orvosok alacsonyabb szintű ellátást biztosítanak azoknak az embereknek, akik dohányoznak, vagy túlsúlyosabbak az átlagnál, azzal a magyarázattal, hogy mikor már belép a rendelőbe, az elhízott paciens egy alap előítélet keletkezik az orvosokban. Biztos, hogy van alapja a dolognak. Ezt Attila küldte nekünk. Hát ez nagyon szomorú dolog, mert ez pont olyan, mint amikor a tanárnak vannak a verziója a diákkal kapcsolatban, vagy a diákkal szemben. Szerintem ez a legalja. Uh-huh. Egy ilyen orvos, vagy egy ilyen pedagógus hozzáállás. Mert a gyerekek az egy dolog. Tehát, hogy a gyerekek azért meg más rugóra működnek, de amikor egy felnőtt áll így hozzá. Igen. Tökéletesen egyetértek Balázs okfejtésével, ha a kövér gyereket látok, a szüleit nem értem, ők nem látják, eredetileg pedagógus a végzettségem, tanítottam 10 évet, ha kihívják felelni, eleve fél, hogy kinevetik, vagyis valószínű, hogy hátrányból indul. Ezt Csasszi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jó, van, érdekes volt ez a cikk egyébként, hogy mire jöttek rá a berlini tudósok. Hát igen. Mit mosolyogsz? Valaki írja, hogy én nem tepertem.
már, hogy jobb legyen egy nem teperté, hanem tepertő. Hát, különbség és tepertő. Igen, nagy különbség. Na, játszunk Kóben bácsival már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Halló! Hello, Niki, jó reggelt! Sziasztok, fiú! Hello, honnan hívtál minket? Miskolcról. Miskolcról? Mit csinálsz ott? Mivel foglalkozol? Ételszállítással, és nemrég végeztünk. Ja, hogy végeztetek, most hagytátok abban a munkát, arra gondolsz? Igen. Ilyen előre csomagolt, vagy klasszik ételhordós? Egy országos cég, hasonló, mint a Nordic. Ja. Aha, és, ott, és már ilyen korán kiszórjátok az ebédet? Reggel 8-kor már vége is? Igen. Az jó, és akkor mit csináltok egész nap? Pihenünk. Most már is készülünk a hétvégére. És hány órakor kezded a melót, hajnali? 2? Körülbelül. Tényleg? Hú. Igen. Hogy lerakjátok egy iroda elé, vagy valaki rendel, akkor lerakjátok a ház elé? Vagy ezt hogy szórjátok ki hajnali? Hát tulajdonképpen szét is kell pakolnunk, csomagolni. Aha. Lealkítod picit a rádiót? Tessék? Lealkítod a rádiót picit? Nagyon gerjedünk. Kösz. Megtörtént. Jól van. Oké, na. Akartál még a témához hozzászólni? Miről beszéltünk? Az én lányom is túlsúlyos. 68 kiló, 13 éves. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert falun járunk iskolába, és ott a tanárok azon vannak, hogy ösztönözzék a gyerekeket a mozgással, rengeteg olyan programot szerveznek nekik, és osztályozásban nem igazán vettünk. Aha, tehát nem éreztétek. Nem, az abszolút jó. Nem. Az osztálytársak zirikálására szokott panaszkodni? Vagy van egyáltalán nem. Ilyen? Megeszi nem? Őket. Abszolút nem. Szerencsére olyan osztályfőnökük van, aki úgy próbálja elsimítani mindig a konfliktusokat, mert ugye tinik, kiskamaszok, és ugye néha rosszabbak, mint a felnőttek, sokkal gonoszabbak. És az ő osztályfőnökük pont azon van, hogy egymást ne tudják bántani. Az tehát mondjuk fontos, persze. Miért túlsúlyos? 13 éve, 68 kiló azért nagyon sok. Tehát betegség van a háttérben, vagy egyszerűen csak genetika, vagy a szülők is túlsúlyosak? Tehát az, 13 van egy inzulin rezisztencia nála. Hiába diétázunk, ugye, mivel túl sok az inzulin a szervezetében, így állandó éhség érzetet okoz. És ugye ezt mozgással lehet, és diétával karbantartani. Hát igen, csak egy 13 éves gyereknek a diétára fogni, azért az baromi nehéz, és megértetni vele, hogy miért van erre szükség, nyilván ez nem egy, van. Persze, hát ez nem egy könnyű élethelyzet. Ugye ezért is nehéz ez a csúfolás, meg ezért is nehéz, hogy az ember hogy bánik, és a tanár mit csinál egyébként, mert hogy ugye hát sokszor persze nyilván nem csak arról van szó, hogy a szülők felelőtlenek, hanem nyilván betegség is lehet a háttérben. Oké, van segítséged, vagy egyedül játszol? Van, itt van a nagylány. Na, ott van. Meg most már a pici is fel van, ő pedig egy 10 hónapos. Ő még talán kevésbé tud segíteni. Oké, mutatjuk, mit csinálnak, figyelj! Keresik a Klassz FM-et. De valami bejött egy pillanatra. Hangolnak. Poptorisznyó. Igen. Na figyelj, jön egy rövid kis sorozat zene. Ez egy sorozatnak a főcím zenéje lesz. Jó, figyelj. Na. Ajajajajaj. Ajaj. Nem. Aha. Nagyon rövid volt. Rövid volt, mutatjuk még egyszer, figyelj. Egy hosszabbat szeretnék szerintem kérni, mert ez abszolút. Nézel sorozatokat egyébként? Ez valamelyik kereskedelmi csatorna is adja. Hát amikor van idő, akkor igen. Aha. Tudod, hogy nem nagyon akkor. Nem. Értettem a választ, igen. Mutatok egy hosszabb részleten. Oké. Négy ütem. Micsoda? Még egyszer kira. Négy ütem. Valami autós. Aha. Nem, ez biztos nem az. Ez biztos nem könnyű egyébként. Mutatjuk még egyszer neked, és megmondjuk közben, mert szerintem ez nem fog beugrani. Ez a Dr. Csonnak a főcím zenéje. Hát ez csak azt tudja, aki szereti és nézi ezt a sorozatot. Dr. Csont. Ez abszolút nem ment volna. Ki az a Dr. Csont? Na, kira? Talán helyszínű. Igazságügyi orvos szakértő. Igen.
Igen, egy csajsz hiányzik bennem. Igen. Hát ez nem sikerült, nem volt könnyű, vigasztaljon a tudat. Köszönjük szépen a lehetőséget, minden jót kívánom nektek, fiúk. Niki, nektek is. Az élmény volt. Köszönjük szépen. Köszi, puszi nektek, ciao. Hello. Hát ez nehéz volt. Ez nem volt. Nem volt könnyű. Na, nézzük gyorsan még a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy mi a helyzet az utakon. Az M7-es 148-as kilométerénél Balaton irányában elbújva trafiznak, figyelje mindenki. Paksi balesetnél kerülni az M6-os autópályán lehet, ha valaki arra megy, akkor ott is figyeljetek. Valamint a 6-os főút a Csámpai részén, méghozzá Csámpa után útzár van, úgyhogy ott is terelésre lehet számítani. Ez szerintem nyilván ez a paksi dolog, nem? És ott fel kell menni az M6-osra. Nem? Vagy igen? Mindegy. Aha. Igen, hatos. M6-os paks. M5-es 116-os ilyen nyújtott. Mérnek a 86-os a Szombathelynél a körforgalomnál, és az M5-es 117-es kilométerénél kamion kontra autó, ott is óvatosan menjen mindenki. 4 perc alatt pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt 11 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Sziasztok! Már mindent kiabál az ember. Hát, igen. Itt vagyunk. és próbálunk mindenkit felébreszteni. És próbálunk azon dolgozni, hogy könnyedden, vidámabban, könnyedén, és úgy induljon ez a reggel, hogy tényleg mindenki sikeresen felébredjen. Van. Tempósan, dinamikusan fussunk neki a hétvégének, és ezért mindent megteszünk mi is. Így van. 8 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek, itt vagyunk a Morning Show-val a Klasszon. Az M7-esen Budapest felé az 59-es kilométernél a hidrolmérnek Székesfehérvárnál G&G Kitus küldte nekünk. Köszönjük szépen, még szerencse, hogy ettől a zenétől nem mentek fára. Az M7-es 59-es kilométerén a Budapest felé trafiznak, vigyázzon mindenki. Az M3-as Városnamény felé a Kántor Jánosi pihenőnél szintén trafiznak, vigyázzatok. És ez rendben is van írva, valaki csak a fényszóróját lekapcsolhatná így szemben állva az autópályán, mondjátok már be, léci csiga. Ez kemény. Ezt sosem fogom megérteni, gyerekek, hogy ezt hogy engedik. Jó, de ha szembe mész az autópályán vele, az is baj, csak szólok. Hát igen, csak valószínűleg ő áll egyébként szemben a forgalommal. És még fényszórózik. És fényszóró. Akkor viszont neki gratulál. Így van. Ugye így szemben áll az autópályán, vagy a másik sávban áll, vagy a másik oldalon, viszont akkor is ég is, ugye, zavar. Na, vannak mi közlekedési hírénk, azt mondja, hogy a 6-os úton nagy a baleset, és ez egy frontális baleset, ráadásul az út lezárva, a mentőhelikopter is van, Ricsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Ott teljes útzár van, úgyhogy az M6-os felé tudtok kerülni, méghozzá ez ugye Paks környékén van, és az M6-os autópályára tudtok felmenni, úgy tudjátok ezt kikerülni. M5-ös 117-es kilométerénél szintén van egy baleset, kamion kontra autó, óvatosan puszi Zsuzsi, aztán a 8-as úton a Veszprémi elkerülőn mérleg és KPM ellenőrzés van. A kamionosoknak figyeljetek, Dombóváról érkezőket méri Kaposváron, és budai alsórakpar tiszta, oda-vissza 15 perc. Roberto küldte nekünk. Roberto, az uszonyomat. Megvan ez a film? Roberto az uszonyomat. Ez Luc Besson, a nagy kékség című film. Roberto az uszonyomat. De jó hangulatú film, az a nagy kékség. Jó régi film, de nagyon, nagyon klassz kis film. Így van. Na, Szakolyó járható nincs trafi, ezt Csabi küldte nekünk, viszont Csornán a vasúti átjáró előtt, gyerekek, a Fehér Szeát ott van, dolgoznak, ott úgyhogy sokoltatjuk őket. Zoli küldte nekünk. Örökké. Ha ott halban ül valaki, akkor tényleg nagy tisztelettel szegénynek minden reggel ott ülni. Na, baj van, gyerekek. Na, baj van. Mivel? Mondjad, megoldjuk. Megoldjuk? Megoldjuk. Így láthatlanban azt mondom, megoldjuk. Állítólag egyre több helyen bukkan fel a pacuhal. Ezzel nem tudunk semmit. Azt mondtad, megoldjuk. Állítólag egyre több helyen bukkan fel a pacuhal, amelytől leginkább a férfiak retteghetnek, ugyanis ez a hal herére támad. Hoppácska!
Már Ausztriában is fogtak belőle ebből a kis szörnyetekből, amelynek egyébként az emberéhez nagyon hasonló a fogazata, és állítólagosan ő herére támad. Uh-huh. Herére támad, és nagyon nem itt van az élőhelye, hanem valahol az Amazonas környékén, mégis most őt valaki kiöntötte, és már úgy néz ki, hogy ausztriai vizekben is megtalálható a pacuhal. A hereharapóhal így hívják. Jézus már, mennyire durván hangzik. Most arra lennék kíváncsi, hogy amikor... Vagy pacu, vagy paku. Ahogy tetszik. Legyen pacu. Az, amit a paci. Pacu. Hogy amikor azt megalapították, hogy a fogazata ugyanolyan, mint az emberé, akkor volt rendelkezésükre állt egy pacuhal, vagy pedig a külsérelmény nyomokat hasonlították össze. Harapjon csak egyet, Lacika. Figyelj csak, akkor most én... Figyeljetek csak! Pont ugyanolyan a Lacinak a foga nyoma is, mint például ezért a pacuhalé. És így hogy kerül, de hogy van, így és volt, a metszőfogak vagy a nagyrágok hasonlítanak nagyon. A metszők, a nagyrágok, az örlőfogak, a bölcsesi fogak, hát a nagyrágok, akkor mélyre kerültek azok a herék. Akkor nagyon mélyre kerültek, igen. Egyébként állítólagosan tényleg megtámadja a herét, amit azért nem értek. És most menjünk bele egy kicsit a biológiába. Mert ugye a hal az arra támad, ami mozog. Nem így van? A vízben. A ragadozó halak. Ficánkol, mozog. Na most ugye, ha te bemész a vízbe pasiként, akkor a heréid... De lehet, hogy röplabdáznak közben. Aha, vízilabda. Már kik? A halak? Hát nem, azok, akiknek játékosan jobbra-balra ingázik. Mert a herék általában lebegnek a vízen. Már nem a víz tetején. Uh-huh. Vagy nem tudom, nátok, hogy van. Hát nem tudom, én a fürdőgatyámban nem lebegtetem, de... De ugye meg nem mozog, hanem csak, hogy úszik. Az egy meg a fajsúlyos is gojzlik, nem úsznak a vízszínűen. Lesüljenek a velence dolgára. Lefelé az iszapirágába. Ha én pacu lennék és harapnék valamire, akkor csak az egyéb lefelé, ezt akarod mondani? Hát az így gyönyörű heréd lehetnek, de hogy nem a herére mennél pacuként, hanem ugye a magára. Jó, de ott már felúszott egy másik hal. Azt tudjuk, hogy van egy másik ja, hal is. Igen, igen, ami pedig ott úszik fel. De a pacu összekeveri valamivel a herét, mert például a bojlizásnál a ponty, ugye ez egy nagy golyó. Ha azt mondanád, hogy a pontyok ezentúl nem a bojli golyóra, hanem a here golyóra mennek, azt megértem, mert az közel akkor egy ilyen bojli golyó. Uh-huh. Érted? De a pacu mivel keveri a herét? A pacu lehet, benézi hogy... ezt, és összekeveri valamivel. Igen. A esetet beferi egy bójával. Valószínűleg lehet, hogy ez a bója harapó. Arra ki is lehet kötni a pukám, áll az ászló. A te esetedben egy vízolabdával. Igen. Amikor Feri például a velencétóban háton szokott úszni időnként, akkor, és ott rendeznek valamilyen triatlon vest. Új sziget! Ott fordultok a bójánál! Gyerekek, segítsenek nekünk azok, akik horgásznak jelen pillanatban. Telefonáljon már be valaki, aki ért a halakhoz, hogy hogy néz ki egy ilyen pacuhal, hogy ismerjük majd meg. Ha ausztriai vizekben van, előbb-utóbb magyar vizekben is felbukkan. Így van, a Duna ausztriai víz is, csak mondom. Igen, de hát Ausztriából jön, szépen előbb-utóbb, hogy megérkezik. Érted. Megérkezik hozzánk, és állítólag ott már ott van, sőt, mi több ki is fogták ezt a halat. Nem egy túlságosan szép hal, tehát nem néz ki nagyon jól. Mesterséges szerelékkel, vagy természetes szerelékkel fogták. Természetes szerelékkel, nudizók fogták ki valahol. Ausztriában valaki a vízből. Mint két kis facsipesz, úgy csimpaszkodott a herét. Anya, nézd, mit fogtam. Nézd, milyen kis erőszakos ez a halacska, hogy kijött velem. Az állat egyébként állítólagosan édesvízi, de mivel trópusi hal, így a hideget rosszul viseli, és hamar döglik a hideg vízben, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a Dunában sem lesz hosszú életű mondjuk télen. De nyáron, ha ez a pacuhal felúszik, akkor itt fürdőzők ezrei veszhetik majd el a golyóikat. Egy osztrák állampolgárnak volt egy pacuja akváriumban, és megunta? Itt ez lehet a magyarázat. Simán lehet. Simán de akkor lehet. Egy pacu van, amit kifogtak, vagy esetleg egy pár pacut engedett el, azok össze húgy-húgy, és vannak már kis pacuk. Simán lehet. Mert akkor azok még nyáron elúszhatnak idáig. Bizonyám. Mert tényleg már ki fog halni a pacu. És akkor miért Csabiékkal a lupán? Ott. Csabinak más tartományba lép majd a hangja, ha megjön. Igen. Két hét múlva. Sziasztok! Igaz volt a pacuhalas híretek? Igen. Ő egyébként Dél-Amerikában él. Az Amazonasban honos, és ott nagyon fura állatok élnek. Tehát ott él olyan halfajta talán, vagy valami élősködő, ami viszont a kukiba megy. Wow. Felúszik. És felúszik a kukin. Mit gondol ő például, hogy az egy ilyen lakás? Én nem tudom, mit neki? Gondol, csak hogyha kettő egyszerre találkozol vele meg a pacuhallal, azért az egy elég komoly tragédia már, nem? Igen. Na, hát ha van egy olyan horgászunk, aki legalább látott már ilyet, vagy tudja, hogy néz ki, vagy hallott erről, vagy esetleg tud nekünk segíteni, hogy hogy kerüljük el a pacu alatt, ami előbb-utóbb a magyar vizekben is felbukkanhat. Tehát nyilván nem tömeges jelenlétre kell számítani. Ha esetleg sértett van a hallgatóink között, aki már gyümölcspiránya áldozatul esett a támadásnak.
az is telefonáljon. Hogy megtámadt egy gyümölcspiránya. Mert állítólag ez az igazi, a gyümölcspiránya. Akkor összekeveri a mangóval? A cseresznyével. Hát, kinek mangóval, kinek hogy? Cseresznyével, igen. Ferinél görögdinnyével. De. Kettő. Igen, amiatt a pinke is ömöröm van az ananásztal. Igen, ilyen a nélegyházi dinnyeföldnek ezt láttam, mondja a pacu. Mondja a pacuval, és azonnal ráugrik Ferire. Na, van egy horgászunk, aki telefonál. Gábor, hello Gábor, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, jó reggelt. Te nagy horgász vagy? Vagy. Hát 7 éves korom óta horgászom. Ó, hát egy profi. Ennyire nincs kapás. és mondjuk van egy horgásztúra cégem is, amivel horgásztúrákat szervezünk a világ minden pontjára, tehát így azért elég sokféle halfajjal találkozom. Na. Már a pakúval még így direktbe nem találkoztam. Legyünk következetesek, Léci, te is hív pacunak. Mi már elkezdtük pacunak, mert kicsit bénább, és így nagyon szerosni pacunk, persze. Fonetikus vonalat. Nincs vele probléma. Igen. Te láttál már ilyet, vagy találkoztál pacuval? Igen. Igen, már fogtam is, kézbe is fogtam ilyet, láttam is ilyet, de akváriumi körülmények között itthon. Mekkora egy ilyen hal, vagy hogy kell őt elképzelni? Egy piránya, hát ugye? Ez egy piránya féle, de azért azt nagyon fontos megjegyezni, hogy gyümölcsökkel, növényeket táplálkozik, tehát nem ez a vérengző fenevad, amire mindenki asszociál egyből. Gyakorlatilag a természetes élőhelyen 25 kg-ig megnő. Azért ő már nem egy facsipesz, amikor felkapaszkodik. Az nem. Inkább krokodil. De itt Magyarországon én még amiket láttam, azok ilyen fél kiló, egy kilós példányok, azok a legnagyobbak, ami akváriumban így megnőtt. És előszeretettel a megunt állatot kihelyezik természetes vízbe, mint ahogy sok más hallal is sajnos ez történik, ami tájidegen, tehát nem idevaló, de ezek a halak, ezek nem élik túl a telet, tehát ezt a hideg vizet nem, ezt nyáron kiteszik, és általában télen elpusztul, mert nem bírja át, egy trópusi halról beszélünk. Egyébként már rákerestünk itt az interneten, és látunk nyitott szájjal is ilyen pacuhalat, és az a baj, hogy ténylegesen zavarba ejtően hasonlít a fogazat egy embernek a fogazatára, úgyhogy ezt viszonylag nehéz otthon kimagyarázni. Igen, hogy ki harapott hova. Édesem, hol jártál? Hát csak a lupám fürödtem, igen. Brutális harapásnyomokkal. Igen. És létezik az a másik típusú hal, az is az Amazonasban él, de lehet, hogy csak legenda, ami felúszik a kukin, van egy ilyen típusú hal is, amit kifejezetten vigyázni kell rá. Igen. A river kukin. Ez nem legenda, valóban van ilyen probléma. Az a helyzet, hogy ez a halnak a táplálkozási módja, meg az életmódja, az úgy néz ki, hogy a halaknak a nagyobb halak kopoltyújába beékeli magát három darab tüskével, és ott egy ilyen vérszívó életmódot folytat, ilyen parazitaként. Na most ugye ezt, hogyha bekerül az embernek a húgyvezetékébe, akkor ezt ugyanezt a három tüskét ott széjjel löki, és aztán tényleg műtéti úton lehet csak eltávolítani. Azt, hogy kerül oda és miért kerül oda, ez egy érdekes kérdés. Állítok, hogy a vizeletnek vagy az ammónia tartalma vonza oda, vagy a hőmérséklet különbség, ugye, ami a vizelet és a víz között van, és hogy ez, hát nem tudom, de a gyakorlati részét azt azért ennyire nem látom át, hogy ez hogy tud megvalósulni, ez a felúszik. De hallottam róla én is, hogy ilyen van, és a halnak az életmódjából, illetve táplálkozási módjából következően lehet ilyen probléma, igen. Azért ez nem szerencsés. Hát, amikor azt mondod, hogy vesehomok, és aztán rohadtul nem a vesehomok, mi? És elmész dokihoz, és kiderül, hogy egy rohadt akvárium van bent, és azért halak, madarak, pelikánok, minden beköltözött. Ott azért ott nem segít az, hogy oda megy hozzád a haver, mert látja, hogy szomorú, hogy na, fizetek egy sört. Ott nem. Ott nem segít. Te szervezel ide is, az a Dél-Amerikába is, túrákat? Hát jelenleg ugye az amerikai kontinens az fekete listára került az összes európai nagyobb horgásztúra szervező cégnél, ugye az, hogy a dollárt így majdnem, hogy pariba hozták az euróval, annyira megdrágította a célpontokat, hogy árérték arányban nem jó. Tehát nem az, hogy nem tudják megfizetni, meg kifizetik a németek, bárki kifizeti, csak drága. Úgyhogy most mindenki Ázsia fele, meg Afrika fele mozdul. Ott van tehát valami veszélyes jószág? Mindenhol vannak veszélyes jószágok. Tehát egyébként Dél-Amerikában is, amikor erre, ezen a tájékon horgászunk, akkor nem erre a halra horgászunk. Ugye itt a fő célpont az arapajma. Ugye ez a 2 méter fölé megnövő ragadozó. Illetve vannak bizonyos nagy testű harcsafélék, amire horgásznak. Ezek ilyen mellék
halak, tehát ha a horgászat közben beakad egy, akkor meg fogjuk, azt elengedjük. De igazából nem ez a fő célpont. Na most megnéztem ezt az arapajmát, amit írtál, ez brutális kis jószág egyébként. Ez brutális, és sajnos nagyon írtják, mert ugye ez egy táplálékforrás, Dél-Amerikában nagyon jó a húsa, és hát a populáció most már komoly veszélybe került, elég nehéz most már nagy testű jószágot találni, meg elkezdték betelepíteni Ázsiába, és ott vannak ilyen direkt horgásztavak, egy kicsit ilyen akvárium feelinggel, ahol ezeket lehet fogni, de mert ott ugyanaz a klíma, és jól megél, és nagyra is megnő, de hát már ő is sajnos a kihalás szélére kerül lassan. Ez mekkora ez az arapajma? Brutális. Brutális. Utána, ezeket ti visszaengeditek, vagy kifogjátok, fotókészül? Hát mi szigorúan visszaengeditek. Tehát ti vissza is engeditek. Hát igen, mert egy ilyen nagy testű hal, amire ekkorára megnő, azért gondoltok bele az évtizedek most. Oda megy az ember, azt elkezdi kipecázni ezeket, azt kiírtja, hogy gyakorlatilag hány év múlva lesz megint ilyen lehetőség. Meg egy kicsit a tisztelet is az állat iránt, hogy azért túlélt 40 évet, megharcolt az elemekkel a táplálékversenyben, oda került, ahova került, és akkor ilyen az ember, aztán puf, levágja. És akkor ilyenkor kiakasztjátok a kis horgot a szájából, lefertőtlenítitek. Így van. Puszi az orrál, aztán vissza. Így van, fotó, videó, aztán hajrá, mehet vissza. Az élményt meg megadta. Uh-huh. De finom egyébként? Na nézd már, igen, fel is visszaengedni, csak kivágna belőle egy 3,5 kilós darabot. Ha már kifogtad, azért dobjuk már föl a grillre legalább. Hát a legtöbb halad finom, tehát a legtöbb halad azért finom, azt tudni kell. Tehát azért itt nekem ugye a nagy kedventem a harcsa, és amikor menjünk egy harcsás túrára az Ebró folyóra, azért egy ilyen kisebb példány, Csak felugrik az asztalra, tehát egy ilyen méter körüli persze, amiből van sok, meg egyébként nem okozunk vele kárt, azért egy-egy hét alatt egy-egy hal fölkerül az asztalra, és nincs vele probléma. Uh-huh. Tehát mi se vagyunk azért farizeusok, tehát megesszük a halat, szeretjük a halat, de amikor egy olyan vizen horgászunk, ahol tudjuk, hogy kevés van, ahol minden hal ajándék, onnan nem veszem ki. Visszaengedik. Tehát nem lehet, a magyar egyébként természetes vizek is ide tartoznak. Nyilván. Azt nem lehet egyébként, hogy a pacus sem szereti alapból az emberi herét, csak ledumált az arapajmával, ami kicsit pipa, és mondta neki, hogy akkor te legyél a bosszod. Hát lehet, de mondjuk nekem ez az emberi here, ez még jobban billegő sztori, mint ez a húgy vezetékbe felúszó kicsi hal, mert azért ezt így nehezen tudom életszerűségében elképzelni, hogy hogy is keverni azt össze, meg egyáltalán, tehát, hogy oda jön, és akkor majd ott rákaffan, tehát ez érdekes. Tehát na most azon, hogy a pacu a könnyebb utat választja, mert én most elolvastam, hogy ő úgy eszik gyümölcsöt, hogy dióféléket eszik. Azért ugye össze kell roppantani. Az melós. Oda mész a helyére. Hát azért van a szép nagy foga neki. És a gózlidat keveri össze a dióval. Igen. Aha. És ez könnyebben fogyasztható. Oh, azért jó, ez csúnya. Mert ha csak fölkapaszkodik rá, az oké, de amikor egyből össze is töri, azért is az vidámmal úszol majd a Dunában valahol fönt Visegrádnál, és egy ilyen pacu így megérkezik, nem? És azt mondja, akkor és kész. És soha hogy többet. Hogy csinálja? Szerintem számoljunk le ezzel a város legendával, húzzunk sorsot, hozzunk ide egy pacut. Tegyük bele egy akvárium, és valaki menjen be egy fél órát fürdeni. Köszi, hogy elkezdtél. Lehet, hogy találtok vállalkozó kedvét, aki egy medencébe bemegy egy pacuhol, azt eltűnt vele 24 órát. Igen, pont a Bolzolira gondoltam, tehát ő aztán mindent bevállal. Igen. Tehát a skorpióktól a viperákig minden volt már. Ő már annyi mindenkivel feküdt össze, hogy neki ez már meg se egy pacuhol már nem lesz probléma. Gábor, köszi, hogy jelentkeztél és elmondtad ezeket. Ciao, hello. Nagyon szívesen, szép napot. Szia. Köszönjük szépen. Igen. Hát ez a horgászat, ha van valami, ami nagyon távol áll tőlem, akkor ez a horgászat, nem? Nem is értem. Biztos nagy kikapcsolódás, biztos persze. Óriási hobbi, de hát elmesélem, hát a gondolod, mert Soma rá van gyógyulva, hogy rohadt kukacokat kell ráhúzzak egy horogra, szerinted az kikapcsolódás, kinyitod az ízét, a csontics dobozt, és így minden üdös. Mozog. De hát a gyerek miatt nyilván mit csinálsz? Persze, menjünk horgászni. Anyám. És van fogás, ügyes? Micsoda? Hát. De visszaengedni, nem emöli meg, mint az apja, nem? Nem teszi azonnal a grillre. De, arra megy rá. Látok, már forró a grill minden? Egész persze, nap, 0-24-ben ízik. Aki, amit talál, rádobja a grillre. Megsül már heted is. Aha. 5 darab ilyen tenyérnyi keszegünk volt valamelyik nap. Komolyan? Egy paprikával, sóval? Beírdalva, te. Úgy ették. És a gyerek is eszi, tudod, mert ő fogta. Azt mondja, hogy apa, ezt
Én fogtam. De jó, csak ne legyen annyira fanatikus egy pár év múlva, mint ez a csepeli horgász, aki ugye pöccsel védte a saját területét a helyi futóktól. Elvakult lesz majd a gyerek, igen. Fél kilenc, ha pontosan várjuk a jelentkezőket, akik játszanának velünk hármas ugrást, írjatok nyugodtan. Jó, várunk még friss közlekedési híreket is. Írjátok meg, hogy mi a helyzet Paks környékén, mert ugye teljes útzár van, mekkora a dugó, küldjetek nekünk információt. Jó, ha tudtok. Érik-e már a paksi mogyoró? Igen, láttatok-e az úton tűzérnaspolyát veszni? Igen, húszárkörtét esetleg. Fél kilenc, pontosan jövünk a hármas ugrásra, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 óra múlt 40 perccel jó reggelt kívánunk, yes, mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk az utolsó Morning Show-t ezen a reggelen. Itt a Klasszon, és jön a hétvége. Sőt, mi több, már akár 24 fok is lehet szobba. Akár. Július végén. Jaj, tegnap előtt láttam egy negyednyi híradó, gyerekek, a szívem szakadt meg, Balatonon nyaraló az éves szabadságukat töltő szülőket mutattak gyerekekkel a játszótéren. De ez amikor még hétfőn vagy kedden. Csak egy mondat. Hát, figyelj. Tehát egyrészt egy évet vársz rá. Kettő, januárban kiveszed, mert ki kell venned, mert 6 munkatársad van. Nem tudsz időpontot választani. Csak az, hogy Józsi ekkor megy el, Ica akkor, hogy te elmész. Gyűjtesz rá, nincs lehetőséged többször elmenni, nem arról van szó, hogy na majd akkor én még egy hetet kiveszek augusztusban, mert rossz idő volt, és játszótéren álltak, a gyerekek nyakig felöltözve hintáztak, de úgy, hogy mögötte láttad, hogy éppen 4 embert mentenek a Balatonból kis túlzással, és nyilatkoztak, hogy hát nekik ez az egy hét volt, és próbálnak valamit csinálni, de hogy egész egyszer lehetetlen, mert azért nem erre rendezkedtek be, a gyerek látszott, hogy ha nem emelik ki 3-an a hintából, pillanatokon belül odafagy szegény. És így az emberek tényleg az esze megáll, hogy nem tudod jól kiválasztani, mert nem tudod februárban, hogy milyen idő lesz júniusban, és így néztem, mondom, úristen szegények, tudod, hogy tényleg az az egy hét, mert valakinek érthető okokból nyilván nem elfogadható, de érthető okokból ugye az egy hete van, mert szegény nem tud többre elmenni, mert nincs lehetősége, nincs pénze, nem tud még egy hetet kivenni, és amikor így belenyúlsz egy ilyen brutál rossz időbe, most már úgy azért alakul, de hát ami egy-két napja volt, meg ami a múlt hetet kifogta. Igen. Hát az valami elképesztő. Szegények elmondták, hogy úristen. És úgy hétfőn kedden, vagy miten szombaton elutazol a Balcsira, egy vasárnap hétfőked még reménykedsz, hogy igen, na majd a végén lesz még 3 nap, kifekszünk, napozunk. Oké, már fölmentünk a kilátóba, már kirándultunk, már átmentünk a másik partra. Úgy, gyere, na még egyszer a hintad. Emlékszel? De jó, Zolika, volt. Milyen jó volt az a játszó. Nem, apainál örültem, hogy abba hagytuk már. Nagyon szegények. De ez az idő, ez dráma a kereskedőknek és az árusoknak, büféseknek, vendéglősöknek. Igen. Csak a vendéglősöknek még ott van azért mondjuk két hónap, persze nekik is nagyon nagy veszteség az, amikor egy hétig rossz idő van, de a szülőket és a gyerekeket néztem, akik nyilatkoztak, nagyon sajnáltam őket, hogy fú, ez kemény lehet így, hogy ezért rámegy egy éved arra, hogy várod, elindul a család nyaralni, és ott álltok. És már lehet ugye rossz idő biztosítást is kötni egyébként, de azért belföldre azért nem biztos, hogy most arra ki az 10.000 forintot, hogy az egész családot bebiztosít, és plusz még kössér rossz időbiztosítás, nem? Mert akkor valamennyit visszatérnek. Ja. Van egy-egy biztosító, aki előállt egy ilyen lehetőség, hogy rossz időd. De tudod magadat biztosítani a rossz idő. Ugye 70%-ot visszaadnak? Nem tudom pontosan ezt, hogy van. Valamennyit visszaadnak, igen, ha tényleg rossz idő volt. Csak hát ez nem tudom, hogy vele írják, hogy rossz időnek azt számít, ha az éves középhőmérséklet átlag alatti egy éves mínusz 10, tehát nem tudom, hogy számolják ki, mi a rossz. Nem? Esett? Akkor az rossz. Igen. Na, ez még talán pár nappal ezelőtt történt, de szerintem érdemes róla beszélni, mert megdöbbentő az ügy, és mindenkiből kivált szerintem valamilyen reakciót. Ugye, amit nem gondolnál, és szerintem nincs is elfogadható magyarázat, de lehet, hogy ti találtok, 25.000 forintra büntette a közterület felügyelet egy szolgálatot teljesítő mentőtiszti autót, ez néhány nappal ezelőtt jelent meg, és hát szerintem azért erről érdemes néhány mondatot beszélni. Hogy ez most jó, nem jó, elfogadható, nem elfogadható. Ő kiderült egyébként, hogy egy idős embert láttak el egy Újlipót városi társasházban, és fél méter álltak meg a zebrától, a Kresszben előírt 5 méter helyett, de hát nyilván mentek segíteni. Lett vészhelyzet. És mire kijöttek, ott volt a 25.000 forintos csekk, mert egy kicsit szerintem egyébként, de hát nyilván nem biztos, hogy mindenki osztja ezt a véleményt, szerintem egy kicsit túlvezérelt közterületes, azt mondta, hopp! Aja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 j
teherautó, zebra, szóstok elő. Lemértem, és büntetek. Tehát én gondolom, hogy nem tehetnek senkivel kivétel, de hát azért könyörgöm. Te
Hát ott itt azért tudjuk, hogy egy mentőautó az hogy néz ki. Megismerjük, mm-hmm. látjuk. Nyilván az esetek nagy többségében nem szórakozásból áldogálott, hanem valószínűleg a munkáját végzi. Könyörtelenség és embertelenség erre kidobni 25 ezer forintot. Nem? Miért nem tud egy közterületfelügyelő egyébként épkézláb döntést adni, és azt mondja, hogy oké, megyek tovább, megbüntetek 60 másikat, rendben, de béké hagyom a mentőautót. Nem? Vannak neki is főnökei, akik ezt elméletileg számon kérhetik, hogy nem büntet. Most azért érdekes a dolog, mert menteni valóban mentett, de ha én jól tudom, akkor nem használta állás közben a megkülönböztetett jelzését, ami nem a sziréna, tehát nem a hangeffekt, hanem maga ugye a kék villogó. Ebben az esetben, ha ezt használta volna, akkor a jogszabály szerint nem lehet megbüntetni. Na de elmennek a közterületesek a fenébe tényleg. Tehát, hogy én értem, hogy az a feladatuk, hogy büntessenek, de most ott van egy mentő, aki megérkezik, látja, gyorsan talál egy helyet. Mi a lényeg, hogy beérjen? Nem? Hogy segítsen. Hogy segítsen, mm-hmm. hogy odaérjen. Hát most elfelejti kirakni a szirénát. Szóval itt nem arról van szó, hogy egy fagylaltott szállító, hogy nem tudom én, bárki, aki azért tényleg van időt, hogy normálisan leparkoljál, vagy nem tudom, mire elit árut, hanem mentőautó. Komolyan mondom, ott tartunk, hogy meg kell büntetni egy mentőautót 25 ezerre, mert egyébként most... ő nem tette ki a szirénát, mert elfelejtette, rohant, segítségért ment. Hát én értem, hogy rá is vonatkoznak ugyanazok a szabályok, de vannak pillanatok, amikor fölül írhatjuk hát, a szabályokat. Hát akkor ezben nincs ha elfelejtette. Igen. Igen, de gyerekek, mentőautóról van szó. Mit kellett volna csinálni a közterületesnek? Meg kellett volna várnia, amíg visszajön, és akkor megkérdezte volna tőle. Elnézést, maga civil ügyben intézkedett itt a közelben, esetleg hazafelé menetbe ugrott valamelyik ismerőséhez egy kávéhoz, vagy pedig ténylegesen nem, szolgálatban volt. Szerintem van az a fajta emberi méltányosság, amikor azt mondod, hogy mentőautó, nem gyanítom egyből azt, hogy az anyját ugrott meglátogatni, és egyébként frissen főzött kávét iszogatnak valahol a társasházban. Volt már példa, de azért a nagy többségében, ha egy mentő rossz helyen áll, nyilván azért állott, mert éppen. Én értem, hogy nem használta a villogót, de nincs az a fajta emberség ilyenkor a közterületesben, amit feltételezhetnél. Hogy azt mondja, hogy na jó, mentőautó, megbüntetek, 6 másikat béké vagyok. Mert valószínű egyébként, aha. hogy nyilván nem azért mulatja bent az időt, mert ő erre annyira rájött. Most kérdezek egy furcsát, hogy lehet, hogy nem így van, de lehet, hogy igen. Hogy a közterületes nem ellenőrzi senki, tehát a közterületesnek nincsen egy olyan munkatársa, aki az ő munkáját felügyeli. Nem kell attól félni, mondjuk egy közterületesnek, ha elmegy egy autó igen. mellett, akkor adott esetben jön utána egy kollega, mert például tudom, hogy a postásoknál van ilyen. Aki felügyeli azt, hogy ő elvégzi jól a munkáját, hogy bedobta a küldeményeket, stb. A közterületesnél is lehet az, hogy elmegy az autó mellett, nem bünteti meg, meg kellett volna büntetnie, erre ő kap majd egy csekket. Nem hiszem, én azt nem gondolom. Mert kap nem, egy belső ellenőrzést. Hát ezt nem gondolnám, hogy ott abban a pillanatban pont jön egy ellenőrzés, akkor ő csak azt azért büntette meg, mert őt egyébként ellenőrzi. Mi nem csinálják azt, hogy oké, ha nem akadályozza a forgalmat, nem áll mögötte villamos, nincs dugó, akkor majd azt mondják, hogy mentő tabu. Béké hagyjuk. Tehát, hogy emberség. A lelkiismereted ezt mondatja, így van, de a szabályzás meg nem. Ő meg, mivel ellenőr, ezért a szabályzás szerint működik. Na a szabályzás mindennek az alja, hogy megbüntetted a mentőautót 25 ezer. Érted? Túlterheltek, keveset keresnek, rohannak, érted? Neki sokkal fontosabb feladat az, hogy beérjen és életet mentsen, és odaérjen, és odavigye a dokit, és gyorsan találni egy parkot, hogy elfejtette kirakni a szirénát. Tehát most én rossz helyen állok, meg igenis büntessenek meg, nem tudom arra fogni, hogy fáradt vagyok, hogy bármi, megérdem. De könyörgöm egy mentőst, hát azért ott lehet kivételt tenni, tehát egy közterület is néha áthághatja azokat a szabályokat, amiket neki be kell tartani, lásd mondjuk jelen pillanatban mentő. Ami mehet ugyanúgy az ő anyáért is egyébként, szóval, hogy figyelj, neked van emberileg, az a fajta emberség. Igazad van, de hogyha szigorúan a szabályokat veszük, már pedig a kressz a szabályokról. Tudom, hogy a villogót kell használni. Ennek is van a kötelmei, hogyha ha ő nincsen tisztában ezekkel a kötelmekkel, egy ugye ez nem mentesíti az alól, hogy ezeket be kellene tartani, másrészt pedig, hogy egy profi mentősről van szó, az alapból szerintem kint hagyja a villogót. Ha annyira súlyos esethez sietél, akkor azzal mentél. Villogóval mentél, nem? Akkor lekapcsoltad. Aztán lekapcsoltad. Itt ugye az a lényeg, hogy egy zebra, és ugye ez azért veszélyes, én értem, mert a zebra mögül, tehát a zebrahoz, ha közel áll a mentőautó, akkor a zebráról lát tud valaki úgy lépni az útra, hogy azt mondjuk az autós, aki az úton közlekedik, nem látja. Én ezt mind értem. Én ezt mind elfogadom. Én csak azt gondolom, hogy elolvasol egy ilyen hírt, hogy jön a közszeretés és megbünteti, akkor valamiféle minimális emberségre számít, és azt mondta, hogy jó, béké hagyom, mentős, tovább megyek, hogy hoz egy ilyen döntést, mert mer hozni, vagy tud hozni, vagy nem fél hozni, vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy oké, hagyom, nem büntetem meg 25 ezer forintra. Nyilván a mentőszolgálat befizeti, nem vagy kér méltányosságot, hogy elintézik, tehát
nem a sofőrnek kell ezt nyilván majd megfizetni, csak azt mondom, hogy nem árt. Tehát ez szerintem egy kicsit mindennek az alja. Nem? De hát, hogy én látom rosszul. A lelkiismeret tényleg ez diktálná, de a szabályzat meg nem. És abban Janninak van igaza, kap egy ellenőrzést, akkor őt cseszegetik, ő nem fogja ezért a nem tudom mennyi pénzét ezért kockára tenni, hogy abból levonjanak, vagy ne kapja meg a havi fizetését, és ott kell állni a főnök elől. Na, miért nem büntetted meg, mert fél méterre volt a zebrától. Nem, szerintem nem lehet általánosítani, hogy sokkal a közterületesek mind gonosz, rossz indulatú emberek, akik utaznak, és csak az, hogy minden szabályt betartatni, mindenkinek kiosztani a megfelelő csekket. Szerintem ez nem erről szól a történet. Alapvetően. Hát én azért a köszönöm. Na jó, hát azért. Tehát én... Na, most vagy előítéletes. Most, amikor én kicsit előítéletes vagyok a közterületesekkel. Igen. Tehát, hogy azért így nem tartom meg őket. Meg az ellenőrökkel. Tessék? Meg az ellenőrökkel. Igen. De szerintem nem nagyon kedvelem őket, nem is hallok róluk sok jót egyébként, meg valakit főrúgnak, meg nem tudom mit csinálnak, meg nőket rugdosnak, hát nem tesznek meg annyi mindent, azért olyan nagyon sok jót gondoljak róluk egyébként, függetlenül attól, hogy van jegye vagy nincs jegye. Jó, nem akarok nagyon moralizálni, hát ez az, amikor az ember itt önkéntes rendőrök kerül. Hát, ez nem önkéntes, ez szabálytisztelő. Az más. És hogy tudom úgy csavarni, tudod, hogy azonnal rossz. Jó, adjuk ezt a tényleg, ez van, amikor két ilyen rejtett köztörületesen ülök itt minden reggel, érted? Már csak az annak kéne bejönni, hogy igen, igaza van a köztörületesnek, büntesse be, és figyelj, mutogat, hogy így van, na, ne gyere ide. A 13. kerületben rend van, ugye, Anna? Nálunk rend van. Ráadásul ez a ti kerületetek? Hát persze, 13. kerület, hát viccelsz. Ti büntettetek, fogadjunk. Na. Jó, van egy másodállás. És nézd, mutogat, hogy igaza van. Igen, 13. kerületben rend van. Ne parkolj oda, vagy tedd ki a villogót. Hát most meddig tartott volna? És villog, és kitette a villogóját az Anna. Ti hülyék vagytok. Nem vagyunk. Ne, azok vagyunk. Hát... Azok mindenképpen, főleg, hogy a mentőautó mögül kilép valaki, az egyébként nem eléggé belátható zebrára. Azt elmondtam, hogy azt értem. És igaz, na jó, de az is. Érted? Miért nem néz körbe? Az is a közterületes miatt van. Egyedül maradtam ezzel, drága hallgató. Remélem, ti, akikben még maradt egy kis ember. Eléggé rendben veled vannak. Akik még tudjátok, hogy ebben az országban szükség van minimális emberségre. Egyet értetek velem, és nem ezzel a három önkéntes rendőr titokban ilyen rejtett vénájú ellenőr növendékkel. Figyelj, most ezt úgy kell csinálni, hogy ne legyen választási lehetőségük, vagy a rossz, vagy a jó oldalon legyenek. Úgy teker, hogy mindenképpen mellé álljanak. Nem állnak mindenképpen. Vagy színjó fejek, vagy gyökerek. Ezt így kell. Nem, hát de most másképp viseltek ebben a dologban. Én csak felvetettem ezt a témát. Felháborítóan látjátok ezt a dolgot egyébként. Játszunk egy jó kis hármasugrás már is. Itt van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hihetetlenek vagytok, elképesztő. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok, Marci vagyok. Hello, Marci, jó reggel! Jó reggel! Honnan hívtál minket, Marci? Ja. Most jelen pillanatban Tiszaugról. És mit csinálsz ott? Nyarolunk, gyerekeket nyaraltatunk a Könycsepp és Mosoly alapítvánnyal. Hány gyerek van? 34 összesen. 34. Könycsepp és Mosoly alapítványuk. Hátrányos helyzetű gyerekek? Igen. Milyen szép hivatásotok van. Milyen időtök volt a héten? Pont erről beszélgetünk, hogy szegények, akik ilyenkor veszik ki a szabit. Két napja, ma éppen pont napsütésre ébredtünk, úgyhogy elindultunk kirándulni velük Tisztakültre az Arborétumba. Na. Most a gyerekek már ülnek a buszon, meg az autóban itt maradtunk játszani. De jó, akkor tudtok menni, egy kicsit jobb időtök van. Jól van. Jani, milyenek a kérdések? Azt mondja, hogy érdeklődő hangvételű. Érdeklődő hangvételű. Igen. Egyébként szerintem nem nehéz. A tegnapinál nehezebb egy picit. Ugye emlékszünk, Luxemburg. Csak ennyit mondjuk. Mehetünk, Marci? Mehetünk. Így szól az első kérdés. Melyik sportág háromszoros olimpiai bajnoka, a nemzet sportolója Balcó András? Balcó András. Na, hát őt azért lehet tudni, Balcó András, háromszoros olimpiai bajnok. Nem most volt ugyan olimpiai bajnok, tehát ez egy régebbi történet, de... A valaha volt egyik, ha nem a legnagyobb. Gondolkodunk. Na, gyorsan mondjatok valamit, mert lejár az idő. Öt tusázal. Na jó. Megadjuk, de. A másodikra már nem lesz ennyi idő, jó?
Oké. Szívesen küldünk a gyerekeknek ajándékcsomagot, leginkább nekik, de muszáj valamennyit tartanunk. Ezért játszunk. Csak azért tessék egy picit gyorsabbnak lenni. Menjünk tovább? Okay. Igen. Itt szól a második kérdés baseball sapkáját. Hol helyezkedik el az emberi testben a kalapács és az üllő? Külbe. Igen. Köszönöm. Picit lehalkítjátok a rádiót, de csak egy picit. Arrébb mentem. Álljunk meg? Nem. Azt mondják, hogy nem. Inkább álljunk meg. Mert akkor legalább bumbozunk. Milyen típusú a harmadik kérdés? Ez. Szerintem egyiket tudtátok volna. Menjetek tovább! Na! Megyünk. Bólogatnak, hogy menjünk. A harmadik kérdés így szól. Morningsos óráért. Melyik népcsoport hagyományos lakóhelye Mezőkövesd, Szent István és Tard? Melyik ez a népcsoport? A róluk szólott minden. Főleg a népművészetükről. Segítsünk kicsit. Mezőkövesd, hát... Nem csak tegnap és holnap, hanem ma. Igen. Nem palócok. Tegnap, nem holnap, hanem ma. Ma. Macsó. Azt a lételigés húgata! De ez tényleg csak azért, mert komolyan mondom, ilyen szép hivatásotok van, és a gyerekeknek akarunk egy picit kedveskedni. Én csak azért segítettem egy, mert nem szeretném, hogyha megköveznének a mentősztori miatt. Inkább csak Ferit verjék majd. Az már megvan, azért már megköveznek bennünket, most ezért viszont egy kicsit visszajöttél. Igen, akkor megint nullán vagyunk. Igen, van szívük a srácoknak, igen, abszolút. Jó, hát megadjuk, jó, de tényleg... Csak azért, mert ilyen szép a hivatásotok, és vannak gyerekek is, akiken szívesen segítünk egy picit, vagy szerzünk örömet. Megvan az ajándékcsomag, jó? Jaj, nagyon köszönjük. Na. Köszönjük szépen. Ügyesek vagytok. Marci, jó nyaralás nektek, ami még maradt belőle. Köszönjük jó szépen. Jó időt nektek. Ciao, sziasztok. Hello. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Most jönnek majd azok az SMS-ek, hogy oké, hogy persze, hogy szimpatikusok, meg alapítvány, meg gyerekek, meg igen, de jó, de a szabályok be nem tartása. Igen, de elmentek ti a francba, hogy ennyi időt hagytok. Igen. Másnak meg rögtön benyomjátok. Na. Egyébként igen. Na jó. Mit csináljunk most? Menjünk el hírekre? Menjünk el hírekre. 3 perc pontosan 9 óra. Ákos jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk a kérdéssel, méghozzá a Ferrari-s kérdéssel, gyerekek, mert hogy van még 2 darab VIP jegyünk. Ott lehettek hétvégén a Hungaroringen. Úgyhogy nem sokára jön a kérdés, találkozhatok Fettel, ehettek túros csúszát, és vihettek. Ó, az van a Ferrari-nál. Nem is tudtam, miért mondta. Fogalmam is miért mondta. Maranelloi túros csúszán. Nagyon jó. 3 perc, a 9 óra jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, folytatjuk az utolsó egy órát, és aztán elmegyünk egy kicsit hétvégézni, és akár még a napot is láthatjuk hétvégén. Mindenféleképpen. A tévében. Jó, a tévében, így van. De hát megértem, hiszen hát gyerekek, rövidülnek a nappalok, jön hűvösödnek az éjszakák, jön a tél, miért süssön a nap, miért legyen nyár, ha az éj sötét és tele iszonyattal, elő a téli gumikat, tessék felkészülni, megyünk bele a térbe. Most vittem el atkártalanítani az írakabátomat. Valamelyik nap mentem, az úton vezettem, és azt láttam, hogy Havasi Balázs koncert az Arénában december X-én. Hát mi ez, ha nem felhívás arra, hogy lassan kezdjék el karácsonyi ajándékokat vásárolni? Én nem akarok még júniusban decemberi aréna koncerteket látni. Értitek ti ezt? Hát addigra már elfelejtem. Miért rakják ki hamar? Most megveszed, beteszed a jegyet valami tuti helyre, azt se fogod tudni. Ez de valamelyik hiperkíteni lassan, hogy kellemes karácsi ünnepeket, és elkezdene Mikulás csomagokat adni. Sokat nem kell várni. De megnézted a dátumot? Nem, akkor én direkt nem mondok dátumot, nehogy valaki úgy értse, hogy reklám. 2015, valamikor mit a decemberben. Azért az elég kemény, nem? És már most hirdetik. Hát komolyan már megnéztem, és hol a téli kabátom, téli gumi, stb. Ha már úgyis rövidülnek a nappalok. Lehet, hogy a menedzsment pakolta ki, hogy így kényszerítsék rá a Balázst arra, hogy gyakoroljam.
Balázs, kimannak már a plakátok. Értem, most már nem a csatyúcserben. Oké, hogy Rákent Rosztál vagy, de most tényleg egy kicsit ezek kellene klimpirobsz. Minden létszős az ongra, mert decemberben lesz a koncerted, és kezdjél el gyakorolni. De ez nem olyan, hogy lassan előveszed a téli kabátot, hogy meglátod, hogy, hogy de, koncert van az arénában Debrecenben. Hát ez tényleg most hát csak egy ugrás, hogy kellemes karácsi ünnepeket feliratot lássunk. Na nézzük, mit írtak a hallgatóink, milyen közlekedési híreink vannak. Székesfehérvárnál az M7-esen Budapest felé, a Selk után van egy trafi, méghozzá a hídon. Tisza küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán az M6-oson is van egy trafi a 44-es kilométernél, Pécs felé vigyázzatok, valamint Paksnál és Tengelicnél elterelik a forgalmat az M6-os autópályára, a Tengelic és Paks közötti szakaszra, ezt Bebe küldte nekünk. Köszönjük szépen. M5-ös bevezető mérnek a vicces fiúk befelé a magasságkorlátozó után, R32 küldte nekünk, és most rakják ki az új trafit a Nagykörösi úton, a felüljára után Budapest felé, Sunyiban az út mellé alig lehet látni, ott már 50-es tábla van. Ez egyébként valószínűleg ugyanaz, mint az M5-ös bevezetője. Itt is van még egy rohagyja megfelé, ez nem az köcsög vagy, Jani, ez sem az. Pusztuljatok el mind a ketten. Nem, ez sem az. M7-es Budapest felé, az 56-os kavicsnál felüljáróról fotóznak. Üdv nektek, küldte nekünk Taki, Csepeli Szabadkikötő úton két kóbor kutya szaladgál az úton, vigyázzatok rájuk. Na, jön a kérdés nem sokára, amivel VIP jegyeket lehet nyerni a hétvégi Ferrari futamra, gyerekek. És akár össze lehet futni magával a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelel is. Ezt bizonyám. És lesz egy csomó Ferrari, fogadjunk, na? Hogy ne lenne. Há, viccel. Há, ugye? Hát, nem kevés. És túros csúsza. Altuma, ja, igen. Igen? Hát te mondtad. Én nem tudom, hétvégén fenyőfát veszek, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, illetve karácsonyanyagokat nézőketek, én nem tudom, mi lesz hétvégén. Csillagszórót veszünk a gyerekkel, fenyőfát, és lecseréljük az égősort, mert sorosra vagyunk kötve, és egy kiégett, úgyhogy muszáj. Muszáj lesz. Na, mi a kérdés? Nagyon jó. A kérdés egy olyan dolog? Ami... Így van. A kérdés egy olyan dolog, amire választ várunk tőletek. A kérdés ebben az esetben az, hogy hol található a Ferrari cég központja, egy olaszországi városnak a nevét várjuk ebben az esetben, a 0670-645-0000-as SMS számokra. Mit kell ide elküldeni? Tehát azt, hogy a Ferrari cégnek hol van a központja, melyik városban, egy olasz városról van szó, mennyit elárulhatunk, ami Olaszországban található, tudjátok. Na, olasz csizmáján, ja, bocsánat, 0670-645-0000. Jól van. Nem kérdeztünk túl nehezet a VIP jegyekért, de azért azt meg kell állapítanom, hogy nagyon rendesek vagytok. Nagyon rendes srácok vagytok ti, akik ilyen könnyű kérdéseket állítottatok össze azért, hogy, hogy mindenkinek esélye legyen. Próbálunk visszajönni a mentős sztoriból. A mentős sztoriból? Mindegy, most már ez mit sem fog menni soha. Bocs. Nem, most ennek már vége. Köpje le, Feri. Aztán én is téged. Na, figyeljek, ha már a mentősökről van szó, meg ha már a gyógyításról, ha meg a betegellátásról van szó. Fia, olvastam egy nagyon érdekes és izgalmas cikket, nyilván ebben lesz mellettem egy társam, hűtársam. Ebben biztos lesz, hogy megyek veled, ha az, amire gondolok. Figyelj te, azt olvastam egy nagyon népszerű, nagyon művelt, nagyon intelligens, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly emberről, egy televíziós műsorvezetőről, hogy elsősorban az alternatív gyógyászatban hisz, még akkor is, amikor dögrováson vannak a gyermekei, és ő az úgynevezett, megpróbálom kiolvasni, azt mondja, a pránanadi erejével gyógyítja. Rohadjatok meg, ha most rólam elővettetek egy cikket, vagy találjátok valamit, mely nem... Ilyen ez? Régóta köztudott, hogy Sebestyén Balázs nem hisz a nyugati orvos, ezt rólad szólt tényleg! Hajjatok már békén, hol találtad ezt? De miért? De mi a cikk, vagy mi a cikk címe, miről nem látta? Sebestyén Balázs nem viszi orvos az gyerekeit, ha betegek. Na, elmennek a fenébe. Mi az, hogy nem viszem orvos az a gyerekeit? Én nem mondtam ilyet. Honnan szedted ezt elő? Figyelj, de itt van kötve. Mikor ez a cikk? Az alternatív gyógyászatban hisz a műsorvezető, aki gyermekeit is inkább a pránanadi erejével gyógyítja, ha netán összeszednek valami betegséget, de? És azt állítja, hogy hat. Nem mentegetőzé, még hallgatni. Nem nyilatkozom, ez ki, ki ez az ez internetes lap? Tessék, parancsolj. Ennél komolyabb egyébként, nem csak internetes formában, szerintem ez kötvefűzve is megjelenik. Bizonyám. Sebestyén Balázs nem hisz, viszi orvos az gyerekét, ha betegek. De most miért? Van ez a .hu-n. Nyilatkoztad? Nem. Aha. Én nem nyilatkoztam nekik. Aha. Jelentette ki, tehát úgy írnak meg egy cikket, figyeld, úgy írnak meg egy cikket, jelentette ki a műsorvezető egy másik magazinnak, akivel én évek óta nem vagyok egyébként beszélő viszonyban. És előveszik ezt a cikket.
Igen. Egy pont hús, nem mondom most direkt egyébként. Most közvetlenül nekik nem valami újságíró gyakornok. Nem tudtál nyilván nyilatkozni. Nem nyilatkoztam nekik. Rohadj meg. Nem éppen beteg volt a gyerekem, és éppen kezdett. Beli fülét fogtad. Hogy jobban vagy balra. Az, hogy én beszélek a pránadadiról, vagy az, hogy azt mondom, hogy a gyereknek mit tudom én, nem tudom, esetleg fáj a hasa, és az ember megpróbálja meggyógyítani, az nem azt jelenti, hogy nem viszem orvoshoz gyerekeket, ha betegek, ráadásul ennek a ponthúnak nem nyilatkoztam, annak a másik magazinnak meg évek óta nem nyilatkozom. És nem pránadadi, hanem Pálma a nagyi. Ne vázd azért Pálma nagyikámat, tudod milyen riskókot csinál? De ez mi ez a hülyeség? Miért nem? Most tényleg hívhatnál egy gyerekorvost, ez ők is értenek egy-két dologhoz. Nem adják ingyen azt a diplomát. Először bevettem a pszichsebészetet, aztán utána aura látok, aura gyógyítok, és utána. Nem, hát a nadizom. Az ültesed a felébreszt a nagy. Aha. Az a baj, hogy ezt valaki elhiszi, és nem az újságírót gondolja agyilag teljesen elmebetegnek és aluliskolázottnak, hanem azt gondolja, hogy én tényleg hagyom a gyereket egyébként egy középfülgyulladással ordítva üvölteni a kanapén, ahelyett, hogy elvinném orvoshoz, és mondjuk föliratnék neki egy gennyes középfülgyulladása antibiotikumot. Hát, nyilván nekiállok, van. Tessék? Ez van, itt benne is van a cikkben. Szemen köpöd az orvostudomány, mondom. De a nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés. Oda van írva. Ennyi, így kezdődik a dolog. Tehát rögtön szemen köpöd őket. Ezzel elmondom, mi a baj ezzel. Aztán átmész a pránadadihoz, és még azt is mondod, hogy nem elég, hogy csak te nadizod őket pránailag, hanem ha te kevés vagy, akkor elviszed egy magasabb pránához, aki nadizik. Uh-huh. Addig sincs otthon. Addig is csendben is tudom nézni a kedvenc sorozataimat. Tessék. Az a baj, hogy az ember erről beszél valamilyen fórumon, már megbántam, tehát bulvárlapnak soha többet ilyet. Még évek ezelőtt néhányszor elkövettem ezt a nagyon nagy hibát, hogy erről beszéltem, de hogy az a cikk, ez egy kis hárommondatos kis idézett abból az egyoldalas cikkből, ami volt mondjuk 6 évvel ezelőtt. Mm. Hogy ez hogy ássa elő valaki 2016-ban egyébként? Azt mondják, hogy hiányzik a HPL flag, és akkor azt mondják, hogy megírjuk ezt a baromságot. Nyilvánvalóan egyébként, ha gyerekbeteg tűzős mandulával fekszik otthon, akkor elviszem orvoshoz. És ez most nem mentegetőzés, bár érzem, hogy miért nézel így rám. Nem. Én azon csodálkozom, hogy abból a fél mondatodból, hogy vannak, akik gyógyítanak, és vannak az orvosok, hogy tudták ezt kihozni? Na mindegy, elviszem a gyereket orvoshoz. De most már végre. Nem, most. Szóltak a szomszédok is. Szóltak a szomszédok, hogy nagyon üvölt. Nem, nyilván nadizom, tehát én ebből soha nem csináltam titkot, mert hiszek bizonyos dolgokban, tehát a gyerek beteg, akkor persze, hogy elviszem orvoshoz. Mm. Tehát, hogy ez egy baromság. De előbb nadizod. Tessék? Előbb nadizod, mi? Igen, először nagyon megnadizom, és ha nem javul, akkor. Apám is gyógyított a kézrátétellel. Úgy lepofozott. Nem, azt úgy van, azt úgy hívják, hogy fájdalom elterelés. Tehát ha fáj igen. Valamit, valahol... Hol fáj, és akkor az elekező oldalra egyedén. Hát is nem. Na, mindegy, hát jó. A lényeg az, hogy mindenki akkor rendben egészségesek, meg minden. Uh-huh. Nem fáj semmiük, hiszen a papa... Jó, most megiratok rólatok egy nyilvánvalóan... Leadom igen. A drótot valamilyen ponthúnak, jó. Hogy azt hallottam, és valami brutált iratok rólatok. Jó, Priznic király. Mire semmit akarok. És én nagy üstökben a Viki megfőzi egyébként a varázsszereket. Ez abszolút így van. Abszolút így van, igen. Tehát a két síró gyerek már fájdalomtól eltorzult arccal fekszik egyébként a kanapén. A kicsinek valami nagyon durva, nem tudom, bélhurutja van. A nagynak éppen vérzik a bal füle, a jobb dobhártyája már ilyen, nem tudom, és én meg ott nyugalom. Most pszichsebészet jön. Igen. Utána egy kicsit közösen rejkizünk, imát mondunk. Kiolvasztja majd anya a varjuhája. Igen, fő már a főzet, tartsatok ki gyerekek, fő már a főzet, és utána pedig nem. Lehet egyébként nyilván, tehát hogyha valaki ezzel foglalkozik és rejkizik, nadizik, akkor vannak rá lehetőségek, hogy valaki, aki bajban van, mondjuk megpróbáljál különböző technikákkal segíteni. Ezen technikákat nem elemezném most ebben a műsorban. Egyrészt, hogy nem vagytok befogadó fülek. Kettő, hogy erről nem is nagyon lehet beszélni, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki beteg, akkor én megvonom tőle a gyógyszereket, és nem viszem el orvoshoz, dehogy nem. Hát az első, hogy az ember segíteni próbál, nem kísérlet ezek a saját gyermekeimen. Ez egy idegen nyelv, hogy a betegséget úgy hívják, hogy rej? Mert hogy rej ki, érted, hogy betegséget ki. Igen, rej ki. Igen, persze, ez azt jelenti, kicsalom a betegséget a gyerekből. Igen. De miért nem lehet róla beszélni? Miről nem lehet beszélni? Egy sima belgyógyász elmondja nekem, hogy miért fáj a vakbél. Ti meg nem mondtok el semmit. Hát mert titkos, látod? Ja. Szerintem ő még szabadkőműves is.
Az könnyen lehet. Hát tudod. Tudom. Én láttam egy csomó szemes háromszöget azokon a dollárokon, amiket a múltkor mutatott nekem nagy tételben. De egyébként ezt sem úgy értettem, hogy a sebészkést az kudarcnak tartom, tehát operálni kell, én nem erre gondoltam, hanem azt mondtam, hogy van a cikkben. Igen, az is nagyon fontos 8 évvel ezelőtt, hogy nyilván a nyugati orvoslás az sokkal inkább, tehát tulajdonképpen a tünetet kezeli. Uh-huh. Én erre gondoltam, és erről beszéltem ebben a cikkben, amit én 8 évvel ezelőtt nyilatkoztam, és arra gondoltam, hogy oké, hogy sebészkéssel felnyitjuk, kinyitjuk, de ha nem találod meg a legtöbb betegségnek azt a fajta lelki eredetét, amiért az megszületett, és az a fajta lelki eredet nincs meg, amiért mondjuk az a pszichoszomatikus betegség létrejött, akkor nem biztos, hogy az a beteg meggyógyult, kezelted a tünetet, de nincs meg az igazi ok. És én erről beszéltem, hogy például közben meg a nepál és a tibeti orvoslás pedig az egész testet, a lelket és az egész embert egyben nézi, és nézi meg azt, hogy milyen lelki eredetű lehet az a betegség, amiért te kaptad azt, amit kaptál. A veséddel van baj, ha a májaddal van baj. Na ezért mondom, hogy rohadjatok ki szépen úgy, ahol vagytok egy kicsit. És leiki, hanem leiki. És az a bajom ezzel, és azért tőlem mindig egyébként számon kérik, hogy én miért nem beszélek ilyen típusú dolgokról, az ilyen típusú műsorokban, és hogy miért humorizálok, mikor közben milyen komoly dolgokról is lehetne beszélni. Például erről, hogy mi a különbség mondjuk a tibeti orvoslás, meg a nyugati orvoslás között, és hogy mennyire jó lenne, ha úgy gyógyítanák az embereket. Az égtája az persze, hogy megnézik egy-egy betegségnek a lelki eredetét, erre se idő, se anyagi forrás, se lehetőség nincs, hogy bemenjés és sebészeten elbeszélgessenek veled, hogy milyen lelki traumát okozott, hogy elvesztetted a gyerekedet, elváltál, nem dolgoztad föl, és mondjuk 2 év múlva rákos lettél. Mert nem néztél szembe bizonyos dolgokkal az életedben. Megpróbálják a rákot megoldani, de nem próbálják meg a lelki dolgot megoldani, ha azt nem oldod meg, kevesebb esélyed van arra, hogy meggyógyuljál. Miért nem beszélek erről a műsorban? Mert jön az a kiskegyet.hu, most már kimondom, nem érdekel. Jön a kiskegyet.hu, egy aluliskolázott, félművelt, 8-os végzett újságíró gyakornok, aki egyébként hallja ezt a beszélgetést, és a mi beszélgetésünk az adott ember intelligencia szintjén jön vissza mindig a nyomtatott sajtóban. Ez a legnagyobb bajom egyébként a nyomtatott sajtóval, hogy mindig annak az intelligencia szintjén jön vissza, aki egyébként rólad megéri azt a cikket. Mit ír? Most én erről beszélek, hogy mondjuk én nadizom. Az azt írja, hogy nem viszi orvoshoz a beteg gyerekét, hanem megkezeli. Aki elolvassa, az meg azt mondja, hogy ez egy elmeháborodott. Milyen szülő az ilyen, nem? Aki hagyja szenvedni. Te valami jóról, vagy beszélnél arról, amiből hiszel, megszületik erről egy cikk, és nem csinálsz más, mint nagy erővel egyébként magad alatt vágod a fát, mert én elolvasnám egy szülőről, hogyha beteg a gyereke, nem viszi el orvoshoz, én is azt gondolnám, hogy egy gyökér. Hogy milyen hülye ez? Hogy egyébként ott üvölt a gyereke, de nem viszi el orvoshoz. Milyen állat? Tehát ilyennek minek gyerek, ha saját gyerekén kísérletezik, nem? Érted, hogy mit mondok? Mm-hmm. Tehát ezért nem beszél erről az ember. Mert nem tudsz. Mert ha mi most erről itt beszélünk, vagy én beszélek, ti hallgatok, akkor utána születik egy olyan cikk, amit se kimagyarázni nem tud, se megmagyarázni nem tud. Karaj, én meg paraj. Tehát én ezért választottam az utat, azt, hogy ilyenekről se bulvár újságban, se rádiomisorban, pedig hiszem egyébként, hogy igény is lenne rá, meg befogadó fülek is lennének, de magamból viszont azért nem csinálok hülyét, mert nem tudom azt megakadályozni, hogy utána olyan cikkek szülessenek, amit nem mondtam, meg nem úgy mondtam, meg nem érti az ember, amiről beszélnek, és emiatt viszont nem tudja normálisan megírni a cikket. De én voltam egyszer ilyen Prána Nadin egyébként, olyan jót aludtam egy óráig, komolyan. Igen. Te mit csináltál egy ilyen asztalra? Kipróbáltam. Kezeltek? Azt, mert először én azt hittem, hogy ez Prána Nudi. És akkor... Ja. Érted? És arra gondoltam, hogy valaki beleül az arcodba? Vagy igen, mire gondoltál? Mert láttam egy ilyen Prána Nudi kislányt, és ott volt egy érdeklődés. Volt egy érdeklődés, mondom, ő is mesztelen, én is megkezelgetett, az nem lesz baj. Nem ez történt, egy fiú fogadott, le kellett feküdni egy asztalra. De aztán bejött a Josi barát, de akkor már meg voltál kötözve. És ott ültek rám. Kiderült, hogy egy 50 éves ember kezel, aki férfi Józsinak hívják, egyébként nagyon jó. Én, igen, szóval, hogy és nem ült az arcodba, hanem nem mozogni, Józsi barát. Józsi barát, érzed az ujjam? Persze, nyilván, és jött nagyon szakállas, igen. Igen, és mi történt meg? Ő is szomorú volt, így lehajtotta a fejét, felém tette a kezét, szerintem ő is aludt. Remélem, hogy nem egy TVR7-nek a hátoldaláról vágtad ki ezt az embert, aki az elmentél, mert azért ez nem ugyanaz, mint akik mondjuk komolyan kezelnek. Nem, ez egy tökéletes. Visegrádi gyógyító. Remélem, nem nagy szakállas ember volt, és azt mondta, hogy érzed-e lágyékatájon a melegséget, igen, betojtam. Tehát remélem, hogy azért ez nem így történt. Nem, telefonon hívtam. Sorok álltak az utcájában, 4 órát vártál, mire bejutott ez. Tetszik érezni a mereget, eddig az összeget még nem is mondtam. Majd akkor lesz igazán. Igen, látom, hogy nagyon fáj a gerincem. Nincs baj a gerincem, mert érzem, hogy kivet
elvették a vesét, mindkét vesém megvan, én láttam egy száz ilyen beszélgetést. Igen, 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 látok egy tolószéket, teljesen egészséges vagyok, a gyerekem beteg, azért telefonáltam a műsorban. Ja, akkor emelje fel a jobb kezét, már meggyógyul. Látok egy kamerát. Nem, nem teljesen, ne, én nem teljesen erre gondolok. Na és jó volt a Prána Nudi? Ú, nagyon. Igen? Nagyon. Nagy, mondom, olyan szépet aludtam egy órácskát délután. Figyelj, nem tudtad, hogy Feri, hogy mi lett volna, ha nem vagy ott, de, ugye? Ugye? Ez az, hogy lehet, hogy akkor már nem is vagyok itt se, bizony. Mert olyan beteg voltam. Úgyhogy aludgattam egy kicsit, aztán elnézést kértem, mert hátam fekve mindig horkolok a többiektől, uh-huh. És ennyi volt. Tényleg jó volt. Hát igen. Majd hát van egy bizonyos dolgok azért, amely, is, jó, mindenképpen, benne. Mindenképpen vigyázzon engem, és én most például arra gondolok, hogy egy csodálatosan sikerült orrsövény ferdülési műtéten vagyok túl, ami tényleg ilyen volt, köszönöm szépen Molnár kiértel, még egyszer, de hogy srácok, na most basszus. Tehát hogyha most Prána Norival futunk neki ennek a dolognak, akkor szerintem még mindig ott fekszek valahol, aztán valaki mormol felettem egy mantrát, és melegíti az orromat. Hát most te de lehet, hogy azt nem volna, hogy te is elmész a Balázsékhoz, ott fekszik a két gyerek. És akkor Balázs te. Megmondta volna, hogy az orrsövényemben ennek az eskanyarnak mi a lelki. Igen, nem teljesen orrsövénybetegségekre gondolok. Én nem teljesen erre gondoltam, hogy nem teljesen erre gondoltam, hogy az orrsövény betegség. Erre mekkori frusztráció így János ebben a hatalmas eskanyarban, ebben a sikámban. Nem, de hiszem azt, hogy az asztmának, az allergiának, rengeteg betegségnek, a ráknak vannak pszichoszomatikus okai. Tehát, hogy azért az jelent valamit. Tehát van egy nagyon jó könyv, azt olvassátok el, mert nektek ugye nyilván ugye megint könyvekről beszélünk. Sok kép van benne. Most már elég jól adatok a puskák és galambokkal. Az de szép történet. Van egy könyv, azt olvassátok el, nem tudom, jól mondom-e az íróját, Rüdger Dahlke, így hívják. Aha. Ő nagyon jó, nagyon jókat Rüdger, ír egyébként. Ez nem egy tipikus. Rüdger Dahlke, igen. Ez igen. Nem egy ilyen tipikus. Igen, nem tudom, jól mondom, lehet, hogy rosszul mondom. Én nem olvasok ilyesmit, nem javítatlak ki tényleg. Ja, javíts ki nyugodtan, nem biztos, hogy nehéz kiejteni a nevét. A betegség, mint szimbólum, aha, az a könyvnek a címe. Arról szól, hogy melyik betegség egyébként lelki síkon mit jelent. Érdekes, aha, rajta elgondolkozni. Tibeti? Rüdger úr? Nem. Hát nem, a neve nem. Alapján én azt gondolom, hogy inkább, hát, ugye, inkább olasz. Egyébként az orrsövényt lehetett volna kézrátétellel gyógyítani, csak ökölbe kell szorítani. Most tíz után olyat beverek neked, hallod, nem nagy ide, olyat beverek neked, hogy megbolondulsz egyébként. Azért azt mondod, hogy és egyébként gömbre szelővel, és csak rá kell harapni előtte valamire. Na mindegy. Na, most akkor viszed a gyereket orvoshoz, vagy nem? Nem, orvoshoz viszem. Jó, foglalkozunk inkább hallgatóinkkal, jó? Ja, tényleg. Hogy elviszem orvoshoz. Köszönöm az aggódó kérdést. Láttam, mennyire aggódsz a gyerekekért. A Ferrari kérdés még egyszer csak röviden, hogy valakinek talán most jöjjön meg az a lehetőség, hoppa, hogy ott lehet. Hol található a Ferrari cég központja egy oroszországi városnak? A nevét várjuk a 0-76-45-00-00-00-as SMS számra. Igen, küldjétek el nekünk, jó? VIP jegyeket sorsolunk, kettőt és Vettel idézőjelesen, mert hogy ő is ott lesz, jó? Egy pici szünet, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:30 múlt pontosan. 5 perccel valaki megírta nagyon vicces holnapi újságcikk. Balázs csak kollégái nyomására viszi. Csak kollégái nyomására viszi a gyereket orvoshoz, egyébként nem tenné. Na mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy érdekes német kutatás akadt a kezünkbe, miszerint azt állítja ez a kutatás, hogy a túlsúlyos gyerekek hátránnyal indulnak az iskolában, mert hogy a fiúk azt hiszem talán 10%-kal, a lányok pedig 20%-kal kapnak rosszabb jegyet, mint kevésbé túlsúlyos társaik. És ugye beszélgettünk arról, hogy ez valóban így lehet. Itt nem arról van szó, hogy a tanár vagy a német tanárok nem szeretik a túlsúlyos gyerekeket, hanem hogy kevesebb az önbizalmuk, csúfolják őket, rosszul felelnek mondjuk egy-egy közösségben, félnek vagy nem tudnak igazából bizonyítani, és ezért egyből hátrányból indulnak, és nem jön ki az a tudás, ami bennük van. És megbeszéltük tapasztalatainkat, hallgatóink is hozzászóltak, hogy ebben lehet-e valami. Valamint már ugye az osztrák vizekben van a pacu, és ha osztrák vizekben van, nem sokára Magyarországra is érhet a híres hereharapó gyümölcsevő piránja. Az Amazonasban lenne a helye, de már itt van Ausztriában. És úszkál jön a Dunán, át kell a zsilip rendszereken, és megérkezik. Veszélyben hozzánk. Igen. Mindannyian.
A pacnak semmi más vágya nincsen, mint egy falat here. Bizony. Úgyhogy arra kértük hallgatóinkat, ha van közöttük horgász, aki ért a pacuhoz, látott már ilyet, fogott már ilyet, hívjon fel bennünket, és magyarázza el nekünk, hogy hogy néz ki egy ilyen hal, hogy kerül ide, és valóban veszélyben vannak-e a golyóink. Ha például a Dunában fürdünk, telefonált Gábor, aki 20 éve horgászkodik, és elmondta, hogy mi is a pacu. Valójában ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megnéztük ezt a pacut a Google-in, hát ha azért ez egy jól megtermett, kifejlett példány, és ezzel itt összetalálkozol, nem tudom, egy kicsit pancsolsz Visegrádnál, és ez a pacu úgy rámar a cuccra. Azért. Viszi mind a kettő gyerekek, 25 kilós lehet. Igen, az igen. Mama nagyon szomorú lesz. Te is, de mama még szomorúbb, ha hazamész, és bejelentett, hogy egy sötét lyuktátok már csak a golyzénak a helyén. Nem lenne jó egy ilyen pacuval összefutni. Hát ezt nem. Így beírjátok, hogy pacu hal a Google-ba, nézzétek szanyai meg. Ezt, cudar. Egy nem egy barátságos ország, azért ezért rámegy a golyzlira, ott nagy baj van. Egy úgynevezett ilyen twin one fish, mert hogyha nem csak horgász vagy, hanem egyben fogtechnikus is, az a civil foglalkozás, akkor azért lehet egy gyakorolni, mert nagyon durva fogazata van. Igen. Nagyon durván néz ki. Igen. Nem jó vele összefutni, reméljük Ausztriában marad. Bár hát folyás irányban akkor jöhet befelé. Érkezik. Na, mielőtt hívnánk a naphallgatóját és a Ferrari játékunk nyertesét, egy jótékonysági családi napról szeretnénk csak néhány mondatot mondani, mert ingyenes, és egy jótékonysági rendezvény. Szoktunk ilyet csinálni, Jani is egy csomó mindenkit támogat, és szokott erről beszélni, és ha ilyen van, akkor szerintem jó egy pici nyilvánosságot adni ennek a dolognak, hát ha még többen lesznek, és még többen tudnak segíteni. Ordina Tiborról van szó, őt szerintem a sportban járatos emberek nagyon jól ismerhetik, egykori válogatott atléta. Hihetetlen eredményei vannak, 29-es magyar bajnok, távol és hármas ugróként egyaránt bizonyított már, 96-os atlantai nyári olimpia résztvevője, és a fedett pályás párizsi világbajnokságban, egyébként világbajnokság a 8. helyezést ért el, ami ebben a számban egyébként elképesztő eredmény. És hát ő már hosszú ideje küzd egy nagyon komoly betegséggel, agydaganata van tulajdonképpen, és hát maga a betegség, az utókezelés, a gyógyszeres kezelés és a kiegészítő kezelések az egész egyszerűen felemésztették a családi tartalékot. És holnap Dunakeszin, méghozzá Dunakeszi teniszklubban rendeznek egy olyan jótékonysági napot, ami azért megható, mert tényleg érdekes, barátok, ismerősök és leginkább sportolók fogtak össze azért, hogy a Tibinek egy kicsit megpróbáljanak segíteni. Ott lesznek híres magyar teniszezők, távolugrók, atléták, hármasugrók, magyar bajnok, pingpongosok. És arról szól a dolog, és azért klassz maga a kezdeményezés, mert mindenki, aki oda megy, az tulajdonképpen egy általa fölajánlott összegért játszhat híres, világhírű magyar sportolókkal az ő adott sportágukban. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy mondjuk Sávolt Attilával egy kicsit teniszezik, akkor egy tiebreaket tud vele játszani úgy, hogy felajánl egy összeget, és játszik vele egy tiebreaket. Ha valaki szeretne lovagolni, ha valaki szeretne a hármasugrást kipróbálni, az asztali teniszt kipróbálni, akkor híres, szép eredményekkel büszkélkedhető magyar sportolók társaságában teheti mindezt, és hát sportolók, barátok, és kis túlzással egyébként az egész sport, magyar sporttársadalom összefogott Tibiért, és holnap lesz ez a rendezvény. És azért jó kijönni, mert kiviszed a gyereket, ki tud próbálni egy csomó sportágat, fölajánlasz egy akkora összeget, amekkorát nyilván tudsz, és természetesen hát az egész napi rendezvény összegét Tibor és Tibor családja kapja meg. Ők most nagyon nehéz körülmények között élnek jelen pillanatban, hát ugye Tibi nem tud dolgozni, van egy gyermeke is, tehát külön megható a történet, vel aztán még nehezebb megértetni, hogy miért kell nélkülözni, és mindenük ráment erre a betegségre, valamint a gyógykezelésre és az utókezelésre, úgyhogy holnap, ez egy jó program a családnak, jó program a gyereknek, és az ember ezzel kicsit is segít. Ha 1000 forintot ajánlasz föl, az is jó, ha 10 000-et, az is jó. Megnézed, hogy kivel szeretnél, melyik híres magyar sportolóval egy kicsit ütni, teniszezni, ugrani, lovagolni, futni, és ki tudod ezeket a sportokat próbálni. Picit olyan, mint egy ilyen nagy sportágválasztó. Ez egy nagy sportágválasztó, olyan. Jótékonysági rendezvény is egyben. Jótékonysági, jó hangulatú, nagyon sokan lesznek remélhetőleg, és nagyon sok híres magyar sportolóval, olimpikonnal, világbajnokkal, magyar bajnokkal lehet találkozni. Duna? Ez Dunakeszi. Keszi. Dunakeszi, aki járatos ott, az tudja, hogy ott van egy teniszklub, és ez a Dunakeszi teniszklubban lesz.
ha előbb tudtuk volna, akkor Ferivel leszerveztünk volna együtt egy hogy ne teniszezzetek bemutató meccset. Igen, és akkor velünk is lehetett volna. De egyébként az nagyon menő lett volna. Sávolt Attila, Gubacsi Zsófi, Kuti kis Rita, akik teniszeznek egyébként. És én a Tibit sajnos nem ismerem, viszont a szervezőt igen, úgyhogy holnap én is ott leszek. És szívesen téged teniszezem. Is ki igen. Ha jó fej vagy, eljössz. Ne. Hát engem ki lehet, engem nem nagy sztori nagy teniszben mondjuk egy Sávolt mellett agyonverni, de én is megyek. Reggel 10-kor kezdődik a rendezvény, én egy kicsit később tudok kérni 11 körül, de szívesen megyek és lehet teniszezni. Ha van kedved, adok egy ütőt, és kicsi setont utalsz, azért szépen beleteszel kis borítékba. Az és jó, rommá. Ez a része, ezzel a részével nincs és bajom. És rommá verhetsz, én is ott leszek, 11 óra körül tudok majd kiérni, igen. Felajánlottam, hogy ha ezzel tudok segíteni, akkor rajtam aztán ütőt lehet törni. Tehát, hogy nagyon szívesen segítünk. Nagy sporták választója lesz a dolog. Igen. Az. És ráadásul tényleg a gyerekek igazi nagy ágyukkal próbálhatják ki ezeket a sportágokat. És Balázsra. És a nagy ágyuk mellett. És ott igen. Lesz Balázs, ott egy leszek picit, és... majd később jön, de nem baj. Nyilván a rendezvénynek a fényén. Addig teniszezzenek a profik, és utána érkezem. Jó, úgyhogy aki tud, van kedve, jöjjön, mert hogy tényleg jó hangulatú rendezvény lesz, és segítettek is vele. Egy picit jó helyre megy a dolog, ezt mindenféleképpen tudjuk garantálni. Na, volt kérdésünk, ugye, és VIP-jegyeket lehet ma nyerni, olyannyira, hogy valaki ott lehet a Ferrari boxában a hétvégén. Gyerekek, hát az nagy élmény lehet. Akár még Sebastian Vettel fenekét is megfoghatja. Hát de egy közös képen. Ez szabadon válasz. Ez szabadon válasz, ez opcionális. És hogy, ahogy mondani, ez egy saját felelősség. De próbálkozni ér. A Balázs azt mondta rá. Matatni az overallba. Igen. Halló, jó reggel. Csillut keresünk. Szia, én vagyok. Hello, Jani, Feri, mindenkit van Balázs. Ciao, hello, Csillu, morning show, szia. Na, honnan hívtál, vagy honnan írtál, inkább így mondom? Hát Pécsen lakok. Pécsen? Ó, meghatottál egy picit, hogy bejelentkeztünk. Volt egy kérdés, ami úgy szólt, hogy... Hol található a Ferrari cég központja, egy olasz városnak a nevére? Vagyunk kíváncsiak, amit már ebben a pillanatban mondasz is. Maranella. Így van. Nem, ez egy krémfagylaltnak a neve, amit te mondtad, Maranello. Ugye Maranello, hiszen ló van a Ferrarinak a... Igen, Maranello. Így van, ezért ló a Ferrari. Igen, nem lémája. Csillu! Itt vagy? Igen, itt vagyok. Ki az, aki ott beszél a háttérben? És miért? A munkatársaim. Munkatársaid. Hihetetlenül örülsz, mert a hangodon hallom, hogy oda vagy. Igen, ennyire. Nagyon. Te is az a típus, aki belül robbant pesgőt, ahogy szoktam mondani. Igen. Hányan mennétek? Hát ketten biztos, de biztos találunk a másik kettőre is jelentkező. Uh-huh. Na, az nincs, mert ugye a VIP jegy az kettő. Az kettő, csak ezt nem tudtok menni. Igen. Igen, hogy romcs is legyen. Igen. Jó. Nagy csapattal mennétek? Hát el tudjuk intézni, de hát a négyet az... Akkor most mi van? De jó a kettő, jó a kettő. Ha annyi van. Jó, menjetek ketten, jó? Jó, rendben. Jó, érezzétek nagyon jól magatokat. Hétfőn, ha a soktól már megtudod nekünk írni, milyen volt Sebastian Vettel, milyenek voltak az autók, hogy éreztetem magatokat, egy SMS-nek mindig örülünk, jó? Hogy milyen volt a rendezvény. Jó, rendben. Na most is nagyon örülsz, tehát de azt éreztetem, csupa pesgő vagy belül, én szinte látom. Igen. Majd a túros csúszáról külön értekez, hogy milyen volt, jó? Jó. Adáson kívül hívunk, megbeszéljük, jó? Csillu, okay, érezzétek rendben. Jól magatokat. Ciao. Hello. Yeah. Csillu védelmében csak annyit, hogy ő is örül, de hogy ő a párjának szerette volna, ja, mert hogy ő igen, a nagy Ferrari rajongó. Tehát ez olyan, mint amikor a feleséged Bonitália rajongó, te megnyered a jegyet, nyilván nem örülsz annyira, de viszed a negyedet, és rohadt boldogon. Hát, ott lesz egy Bonnie Tyler koncerten. Csillu kevés. Atyaste Bonnie Tyler. Igen, a női Rod Stewart. Igen, na hívjuk a naphallgatóját. Bonnie Tyler. Én egyébként csíptem. Nagyon jó hangja van. Hány dal tudsz még tőle? Csak egy ilyet kéne adni fel. A hírót is. Csak egyszer kéne bele nyúlni. Az mondjuk igaz. És meg vagyunk. Hát nyúljon bele a nőgyógyász. Halló? Halló! Nem mondtad, hogy morning show. Hát most komoly. Igen. Ez eléggé. Gyuri. Szia. Azta. Sziasztok. Bizony. Ez hihetetlen. Hazám. Mi vagyunk? Jó, elfelejtetted, hogy írtál? Nem. Aha. Föl is adta. Úgy elcsendesedtél? Jó, hát Gyuri nem mondta. Édes volt, meglepődött, szerintem nem számított rá, igen. Jó tiszt.
így tudom. Igen. Azt írt, hogy jól mehet Gábor horgász vállalkozása, ha túrákat szervez a világ minden pontjára. Nagyon jó. A világ minden pontjára. Egyébként gimnázium harmadik osztályig simán így is írtam le. Igen. Abszolút. Tehát, hogy igazából nem is értem, mi ebben a humor. Hát hol van ebben hiba? Pontjára. Igen, gyönyörű. Egyébként jó, jó volt. Csak hát nem mondta, hogy morning show, úgyhogy nincs ennyi csomag. Mi a recept? Kérlek szépen, van a Gábor öröme rész, ezt most már csak így hívjuk, a Gábor örömében a hagymás csicseri borsó van, köretnek, és az igazi, vélhetőleg igazi caciki receptje, ami nem létezik, mert ugye ezt mindenki másképp csinálja a görögöknél, meg a törököknél. És mindegyik azt mondja, hogy ez az igazi. És a mindenki azt mondja, hogy ez a sajátja, mert hogy grill szezon van, és grillezés, tehát ez a Gábor öröme rész, és akkor van az a rész, amit egyszerűen csak úgy nevezünk, hogy embereknek fogyasztásra, érted, ami jó, és abban pedig van egy csirkes haslik, ami annyit jelent csak, hogy nyársra van húzva a kis csirkekocka, és itt egy kicsit elgurult a gyógyszerem, itt elkezdtem megborítani a szokásos rendszereket, mert hogy hát miért ne tegyünk össze egy kicsi rákot, ugye sárga barackkal, az egy ízé, az úgy, hogy van otthon, van otthon. Összemáztak. És aztán természetes élőhelye a sárga barack lekvár a ráknak. Nem rákkal, egész barackkal, mert a rákot szokták grillezni ananásszal. Aha. Ugye? Ananász és rákocska, sárga barackot húzol mellé, és bitang jó. Jó? Nagyon jó. Rák imádja a gyümölcsöket. Így van, de most nem ő eszi, hanem mi eszünk, és aztán meg ugye tegnap említettem már itt a Gábornak és a Gábor öröme részre való tekintettel, egy kis bárányvesét is grilleztem. Ha valaki be tudja szerezni, ott a recept. És minek álljon ott, hogy büdösödjön meg az a vese? Hát nem. Hát ne büdösödjön, csináljunk. Ilyet az gombával van. Tehát háromféle grillezendő van, és hozzá két köret. Lefotózva, leírva a recept, és most a így van, de lángost is ehettek, az is finom. Nem, mindig nagyon jó. Mirelit spenót, mirelit sorska, mirelit kukorica, fél kiló bárányvese. Ez abszolút. Ez simán, simán van, de lehet másfajta veséből is csinálni. Mert a jó a bárányvese, én életemben nem ettem. Nagyon jó. Nagyon jó, le kell jó hártyázni, meg a középrészt kiszedni, mert attól szokott lenni egy ilyen... Ugye, mert hogy a vese tudjuk, mit csinál az állatban, tehát a kiválasztás, ha ezeket leszeded róla, akkor zseniálisan finom étel, vajpuha az egész. Kicsi gombával meggrillezve, nagyon jó. Egyébként jól hangzik. Egyébként tényleg jó. Az összes nyárs nagyon jó. És egy vesével is fut a bárány messze. Nem fut sehova, mert a combját azt majd megcsináljuk később, tudod? Olyan, mint Zsül, már csak egy vesélye van. Többit felajánlottuk valamiért. Igen. Gábor, hello, jó reggel. Jó reggelt nektek. Figyelj, Feri, csinálnál nekem valamilyen vega kaját legközelebbre? Neked a déli szél. Egyébben egyszer nem tudsz egy ilyet csinálni. Amikor tavaly előtt volt az össznépi buli nálunk, akkor a Jánosnak csináltam. Vadon meg én rendesen megebédelnénk végre. Aha, de tényleg, legalább csak egyszer egy évben. Jövő hétre megerőlteted magad, akkor is leszek még. Megerőltetem, ezért fogom megcsinálni a báránycsülköt magamnak, de neked, de majd valamit kitalálok akkor, ha nagyon akarod. Hát de tényleg. Olyan, de csinálj olyan vega kaját, amit a húsevők is szeretnek, sőt, akár nem veszik észre, hogy az vega. Van, azért azt nehezen olyan. Nem veszed észre, nagyon hülyének kell lenni, neved észre, nem? Hát nem emlékszem, két azért évvel ezelőtt mindenki azzal bálta meg. Vannak olyan húspogácsok, húspogácsa ízű, de azért egy húsevő kiszúrja, hogy ilyen hamis húst teszik a legtöbb. Na, akkor tudom, hogy legyen az a feladat, hogy csinálj olyat, hogy, és teszteltessük le velük, hogy ne tudják, hogy... Te mit szopadsz engem pénteken, de tényleg húzza már a bocsánat. Nincs elég baja, nincs elég baja, komolyan. Egyébként nálam óránként 4 jegy van, csak szólok, mert nálatok csak 2 volt, úgy vigyázzatok. Én az egész családot eljutottam a Ferrariban. És? Hát jó, ti vagytok a jobban. És megversenyeztetek a kedves hol kapcsolatok? Gyerekek, egy a fontos, ne felejtsétek el. A hétvégére, elég volt belőletek. Holnap 5 órakor? Így van. Bárhol vagytok, ha szökőkút van, vigyázzatok. Á, nagyon. Szombat 5 óra még nem múlt el. Csak óvatosan. Vigyázzatok a szökőkút. Így van, és tétudálkozzatok veled, hogy csinos fiatal lányok vagytok, meglehetősen vonzó melbőséggel, és oda megy hozzátok, és azt mondja, hogy Janet? Igen, igen. Na jó van, hétfő 6 órakor jövünk. Jó, szevasztok mindenkinek, jó hétvégét. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely